Ezredesné csillagokban. Kedves fiam, vártuk a levelet, de hiába. Úgy látszik, nincs időd. Ha tudnád, milyen rossz a várás, biztos írnál. Jó lenne, ha haza tudnál jönni. Apád igen gyenge állapotban van. Mari el akarja vinni Ajkára, kivizsgáltatni, meg injekcióra. Egy hétig tartana, én meg félek itthon egymagam. Jó lenne, ha pár napig itthon lennél. Nehéz élete lehetett Gyenei Ádám huszárezredes özvegyének, mert a jövőbe látott. Azt is tudta a csillagokból, hogy az ura a világháborúnak esik áldozatául, meg is halt Szerbiában. Aztán a gyerekei sorsa, amit már mi helyben ismerünk. Attól volt olyan zárkózott, de a népek csak úri hóbortnak, különösségnek gondolták, ráhagyták, tették a dolgukat, amíg egyszerre bele nem keveredtek az öregasszony hatásába. A mi községünk olyan, mint a többi. Miben is lenne különb? Azt meg, amit most mondani akarok, az ember még magának is fél bevallani, pedig titokban azt gondolja, neki szól a jóslat, persze csak azoknak, akik abban az időben születtek, mikor már tudhatta az asszony a csillagaikat, mióta itt lakott az első háború után. Sok gyerekre állhat a jövendőlés, de csak a fiatalabbak föltételezhetik, hogy nagy emberek lesznek, kiválasztottak, mert előttük az élet, vagy csak nevetnek rajta, mert nem hisznek még az Istenben se, hát még a csillagjóslásban, amit az egyház is tilt. Csak az anyák fejéből nem lehet kiverni azt az ábrándot, hogy a gyerekükből nagy ember legyen, és egyedül az övökéből, és akkor minden jó lesz nekik, a falunak, még az országnak is. Halála előtt, amikor kitört Pesten a forradalom, és előre látta a bosszút, azzal vigasztalta a menyét, ne búsulj, megszületett már a gyámolító itt a közelben. De hogy az égi jel kire mutatott, azt magával vitte a sírba. Jobb is, mert nehéz életet hárított volna arra az illetőre, ellenben a népeket találgatásra késztette, hiszen minden családban akadhat közülük több is, hát még az egész faluban mennyi. Kíváncsian figyelték az elszármazottakat, hogy visszajönnek-e. Aztán lemondtak róluk, mert elházasodtak és ott maradtak városiaknak, mintha nem is az anyjuktól tanultak volna magyarul. És hogy válthatná meg a falut, aki nem lakik itthon, csak a miniszterelnök, amiről persze szó sem lehet. Akik vendégnek jönnek, nem törődnek már semmivel, csak hazajárnak szórakozni a levegőre, mint a szikvízgyáros fia, az orvos. Miért nem költözik haza gyógyítani, ha megvan jövendőlve? Magunk közül meg ki lehetne. Legalább azt mondta volna meg az ezredesné, milyen családból való. Egy szerelemgyerek azért mégse lehet a kiválasztott. Nem olyan biztos, gondolták mások. Jézus Krisztusnak is egy szegény ácsmester felesége az anyja, mégis az Isten fia volt. Szóval mindenki számításba jöhet, aki akkor született, amikor az ezredesné kiolvasta a csillagokból, az égi jelből. De mikor volt az? Amikor megjelent az északi fény a háború előtt, és az időtájt röpült el a Zeppelin is. Akkor talán. Lehetett üstökös járás. Azt meg már elfelejtették, mert senki se látta, csak olvasta. Nem volt itt távcső. Az ezredesné meg tele volt könyvvel, azokból még akkor is ki tudta számítani, ha felhős az ég, mi van a fejünk fölött. Megmondom őszintén, engem is nagyon foglalkoztatott ez a hiedelem. Most már minek tagadjam, de azért tessék csak elgondolni, mit szólt volna a római katolikus egyház efféle jóslatokhoz, hiszen az ezredesné kísértette az Istent, a dolgába avatkozott, mert hogy néz az ki, ha valakinek megvan írva a nagykönyvben, és erre közbeavatkozik egy öreg dáma az égi jeleivel. Meg hát, aki annyira magára veszi és el is mondja, könnyen úgy járhat, mint a tercsi, bolondnak nézik. Különben nem akarta volna a pártitkárt megtéríteni. Persze ilyenektől mindenki megbolondulhat, aki rábízza magát erre a veszélyes hivatásra, és már szedi is a harmatot mesztelenül hajnalban a virágos réten, mint a tercsi. De egy ezredesné csinálhat, amit akar. Még szivarozhat is. Legfeljebb nem utánozzák az egyszerű emberek. Sőt, unatkoznának nélküle, aminek ellenkezőjéről a halála után is gondoskodott. Attól kezdve, amikor megérkeztek a kastélyba, urasági hintón, a nyári munkák közepébe.
Mindenki találgatta, kicsodák. Csak nem erdélyi menekültek. Férfi nélkül jött a gyönyörű dáma, ült a hintóban hátul, mintha egy színes márványszobrot szállítanának, meg se rebbent az alkata. Mellette a fiú, meg a lány, a legkisebb gyerek meg szemben nekik. Ő volt a Zolika, akkor még úgy nézett ki akár egy szőke kislány. Ki gondolta, hogy anarchista, de mi annál is rosszabb, kommunista lesz ebből a bájos tüneményből. Az asszony bordó bársony tokot tartott az ölében, olyant, de szélesebbet, mint a kisbíró dobja. Mi tátogató gyerekek nem sejtettük micsoda, csak amikor fölújjongtunk a csodálkozástól, mert lejtette, akkor láttuk, hogy a kalapjának való. Így maradt az emlékezetemben az iskolás időmből, és azt se felejtem el, milyen csalódást okozott ridegségével, mert akik idejöttek, mindig vidámak voltak, integettek, nevettek, csókot dobáltak, mint a cirkuszosok. Gyászol, mondta halkan egy fiatalasszony, akinek szintúgy elesett az ura, és igazán tudhatta, mitől érezhető a gyásza egy hadiözvegynek. Nem kell ahhoz fekete csipke, kisírt szemek. A háború után minden szomorú fiatalasszony csak is hadiözvegy lehetett, az úrinő is. Az ura katonatiszt volt, amint később megtudtuk, ezredes. Az ura katonatiszt volt. Kedves fiam, vártunk az ünnepekre, de hiába. Apád, még ha nem is jött a busz, minden órában mindig azt kérdezte, ha ment egy autó, merre ment. Nem volt ki a szobából, felöltözött ünneplőbe, és ült, hallgatta a rádiót. Olyan meleg a szoba, alig bírom. Ő meg fázik. Szenet nem tudunk szerezni, nem lehet hozzájutni. Csak aki mindig azt lesi. Már a vagomból hozzájutnak. Azt határoztuk, nem is veszünk. Tüzeljük a fát, hát ha el is veszik. Most fírészeltettünk géppel elég sok fát. Disznót még csak január 14-én szeretnénk levágatni. Még esznek, még szaporodik. Olyan hírek jártak itt, hogy 400 forintot kell fizetni a disztóvágásért. De nem igaz, sokan levágták volna. Most megint le van zárva a vidék szájfájás miatt. Most felszabadult, nem lehetett a disznókat sem kivinni, csak felhasítva. Orrát, körmét el kellett égetni. Mi csak megvagyunk, mint máskor. Egyszer jobban, máskor rosszabbul, olyan egyformán. Csak kezemmel vesződöm. Dagadtak. Elrontottam a meszelésnél. Betettem a májteros kezemet a kútnál a jeges vízbe. Már elferdült, megbuckosodott. Kentem kenőccsel, nem használt. Most meleg homokba rakom, de nem sok remény. Nappal megvagyok, de éjjel nem mozog, és megmered. Majd csak a nyár gyógyítja meg. Kivetettem a diófát, de nem lesz jó eladásra, mert a gyökere elkorhat, a közepe. És csak akkor veszik be, ha a gyökér is rajta van. Nem tudom, mi lesz vele. Most diót pucolok. Igen jó termés volt. Sokat árulok belőle. Igen jó telünk van. Olyan jó idő van. Tavaszias. Befúrtak a patkányok az udvarról. Félek, hogy a plafonba mennek és elszaporodnak. Egérméreget raktam el, de nem eszik meg. Egér is rengeteg volt. No meg, kik haltak meg? Mátis Kálmán, Antal Lajos, Zsupányi. Sokszor csókolunk, szüleid. Valaki látta ezredesi zsinóros egyenruháját az üveg mögött a próbababán, meg a fényképét nagyban, amint az ezrede élén ugratja a lovát az ellenség felé. Ezt már az elhelyezkedésük után lehetett látni annak az idevalósinak, akinek véletlenül alkalma nyílott rá, mert igen elzárkóztak, amit mindenki helyben hagyott. Úgy a rendes, ha valaki gyászol. De ez az elzárkózás, mint idegen testrész a falu szervezetében annyi sok év után már nem volt tartható helyén valónak, fölkeltette a képzelődést.
mert ha valami titkot érez az ember, ha valami nem olyan, mint kellene, akkor kezdődik a találgatás. Például arról, hogy miből élnek, ha nem csinálnak semmit. És még csak pénzt sem visz nékik a postás. És miért éppen itt kötöttek ki a világ végén, és persze kik ezek? Csak az uraságék leszármazottja lehet, akik itt nyugosznak a temető kriptájában, akikről az öregek úgy tudták, hogy magtalanok voltak. Dehogy! Ott van a sírkövükön, hogy a lányuk kisgyerekkorában meghalt. Kihaltak, a birtokot a báróék örökölték rokoni alapon, de az is lehet, hogy megvették valaki hozzátartozótól, és az ezredesné az ő rokonuk. Hogy lenne az, mikor össze se járnak? Mióta segítették a költözködést, nincsenek viszonyban. És ugye a báróéktól se lehet megkérdezni, ki ez a család, miből élnek? Az ő magánügyük, ahhoz semmi köze a népnek. Kincsre jöttek ide. Csak az ezredesné tudhatta, hol van elásva a kiskastély parkjában az a sok arany, ezüst, drága kövek, amiből telik a fényűzésre, hogy ezüst kupicából kínálja a postást a szakácsné. Mi lehetett abban a levélben, ami a szakácsnőnek már bontatlanul is megdobogtatta a szívét, aki az ezredesné egyetlen bizalmas, a társalkodó nője, és persze, hogy nem ide valósi, de még templomba se jár, és még csak nem is vásárolnak. Hát akkor honnan az élelmezés? Erről még én se tudok. Csak a nép hangulata jut eszembe, amiben túltengett az értetlenség. Még attól is, hogy egyszer csak elkezdett az ezredesné zongorázni a legnagyobb dolog időben. Na, akkor botránkozott meg mindenki, hogy nem is olyanok, amilyennek elhitették. Valaki Ferenc Jóskát látta vadászruhában. Csak ő lehetett az a sudárpofa szakállas ember. Üres puskával lövöldözött a madarakra a parkban, és eltűnt a hátsó kapun. Hát akkor nem lehet özvegy. Elvált tőle az ezredes, az látogatja a gyerekeit. A fenét, a szeretője árruhában, a gyerekei nem is laknak vele, Svájcban tanítatja mind a hármat. És miért ne esett volna el az ura? Inkább az az igazság, mert hát mennyi fiatal helybeli legény maradt ott a hómezőkön, a dalomitokban, hol-hol nem, már régen elfeledtük, csak azt tudjuk, annyian voltak ebből a kis községből, ahány darab a hősök fája a temetőnél. Ő meg az ezredesi ruhát ott tartotta a díszteremben emlékeztetőül, meg a férje madarait kitömve, meg az agancsokat arany, ezüst, bronz bilétákkal, amilyen eredménnyel lövöldözött. Aztán neki is az lett a sorsa, az a kitömött ezredesi mundér. Akkor még nem gondoltuk, mikor a múltat ápolja, már ismeri a jövőt. Miközben téli zoknit, sálat, pulóvert, fejrevalót köt a filagóriában a futórózsák mögött, olyant lát behunyt szemmel, amire vak a közönséges halandó, és csak irigykedik rá a paraszti fehér nép, ami kapál és a disznait eteti darás moslékkal. De azért a misére elmehetne. Mikor még a báróék is kedveskednek a plébános úrnak, hogy ott vannak az urak padjában minden áldott vasárnap. Ebből az istentelenségből állt elő az ezredesné csillagjóslása, ami az egész településre rányomta a bélyegét, mert amilyen nagy hatással volt rá az égbolt, olyan nagy hatással volt ő az emberekre. És még az egész család se volt olyan normális, ahogyan azt az uraktól el lehetne várni. Itt van például a kisebbik fiú, a Gyenei Zoltán, aki a külföldi iskolából és ki tudja melyik városi gyárból hazajött anarchistának, asszonyostól. Idehozta azt a ragyogó szövőnőt, legalábbis úgy mondták, a szövödéből hozta, ahol mérnöki munkát vezetett, és az igazgató lányát is elvehette volna, de sztrájkra lázított, és akkor csak egy szövőnő maradhatott neki. Csak azt nem értettük, ilyen szent képre való arccal mit szeretett egy olyan istentelen kommunistán, akinek a bőrén otthagyta az ördög a himlőhelyét. Mondta is a szakácsnő a postásnak, milyen rendes a nő, de a fiatalúrról egyetlen szót se ejtett ki a száján, ami csak azt jelenthette, hogy félelembe tartja. Sokat tudhattak egymás múltjáról, így voltak összefonódva a kis kastély lakói. Róluk azért mégis kiderült valami, de a legidősebb testvérről csak az, hogy ejtőernyős pilóta volt. A halála után Gyenei domonkos ejtőernyős főhadnagy gyászmiséjét kiszögezte a plébános úr a templom ajtajára, de csak utána, hogy ne jelenhessenek meg mások. Ezek még a misét is eldugták, és senki se tudja, hogy ott lettek volna hősi halottjuk emlékére. Mi azért részvéttel gondoltunk rájuk. Milyen szerencsétlen család, mennyi nagy vétek üldözi őket.
akkor jutott eszünkbe, mi lehet a lányjal, a lány testvérrel. Csak a háború után érkezett meg a válasz Venezuelából. A postás még olyan szép kopertát nem fogott a kezében. Kék csíkos volt a széle, pálmafás, meg ismeretlen arcképes bélyegekkel jöttek a levelek, hirdették külsőleg a venezuelaiak királyának a dicsőségét a tengeren át mi hozzánk. A feladót megtanulta a kézbesítő. Vitéz Miltényi Árpádné Caracas, Venezuela. Írta Bertuska, kiáltotta az öregasszonynak a szakácsnő, mikor átvette a levelet. Miért nem tudatták vele, hogy a vitézi rendet hagyja el, mert abból baj lesz? De nem lett, mert már ennyi is sok volt. Szerencsére a postás azért kielégítette a falu kíváncsiságát, valamennyire félrelibbentette a függönyt az életükről, talán még másról is, de a szakácsnő vágyait illetően azt mondta, ne tessék viccelődni, van nekem feleségem. De akkor meg honnan tudott annyit a postás, ha nem megy beljebb a verandánál? Azt még kint is elmondhatják neki, hogy azért költöztek Venezuelába az ezredesné lányáék, mert ott minden ingyen van. Nem kell adót fizetni. Olyan sok az olaj, ami már inkább benzin, amikor föltör a kútból. Miért ne volnának ott? Addig rendben. De azért mi se vagyunk annyira vidékiek, hogy csak azért mentek olyan messzire, mert nem kell adót fizetni, hanem a háború miatt, ahogy elmenekült mindenki, ha valami slamasztikába keveredett. És ha csak megállt volna a verandán vagy az előszobában a postás, akkor nem tudná, mi van a díszteremben. Még annál is több lehetett, mint amit elmondott. Attól függ, mivel kínálták, mennyi ideig marasztalták. Az ezredesné már venezuelai bélyegekkel is gazdagíthatja gyűjteményét, de még nem kellett lánya esküvői ruháját, vagy az első báli viseletet, vagy a hasonló jelentős holmit kiállítania az üveg mögé, mint az ura, aztán a nagyobbik fia egyenruháját. Nem sokára Gyenei Zoltán sem maradhatott ki a sorból, mert ő is úgy járt, csak tiszti pompa nélkül. Az emlékezetben vadászbakancs, térdzokni, lengyelnadrág, eszterházi kabát, Lenin sapka maradt utána. Nem dísz magyar, amit be lehet üvegezni. De hogy valami nyoma mégis maradjon, az anyja bekereteztette a mérnöki oklevelet, mikor a ruszkik végeztek vele. A ruszkik végeztek vele. Kedves fiam, ígérted, hogy külditek a kosarakat. Máig sem érkeztek meg. Addig nem tudok csomagot küldeni, már nincs mibe. Az ingek is készek, csomag még nem érkezett meg. Malacok igen szépek, egyik már 60 kilón túl van. Vettem kis libákat, 9 darabot. A fát még most se tudtuk eladni. Hallottam, hogy igen jól mulattál. A lányok egymást bökötték, hogy nézd, most van mit beszéljenek. Hát így nem lesz többet, hogy el ne menjek, mert az sem történt volna, és több becsületedre vált volna. Nem tudod te a múltját, csak azért sem, meg nem is hozzád való. Még csak az kell, hogy keveredj össze vele, tedd tönkre a jövődet. A tanulás meg nem megy, csak a bolondság. Ha nem fogadsz szót, igen meg fogod bánni. Még más lánnyal sem, nem ilyennel. Most ott van helbe, de ha én meghallok valamit, majd érdeklődni fogok utánad. Kár, hogy Laci nincs otthon. Neki akartam írni, hogy nézzen utánad. Ha valami baj lesz ebből az ügyből, én ki se bírom. Így is igen bánt. Én csak megvagyok, már sokkal erősebb vagyok, már tudok dolgozni. A földeket mind kiadtuk. Minden nap zavarnak bennünket, hogy fizessünk. Újság. Tomor Laci bácsi meghalt, Ács Laci hazajött, nem bírják. Te is ne a versírással foglalkozz, hanem tanulj, mert nem tudunk mi fizetni. A nagy kabáttal mi lesz? Küldjük, vagy hazajössz érte? Itt nagyon sok eső van. Ígérted, hogy küldöd a kosarat. Máig sem érkezett meg. Addig nem tudok csomagot küldeni, már nincs mibe. Sokszor csókolunk, szüleid. Utóirat. Laci verseit estére adják hétfőn, 17 órakor. Ez az ember nem mint egy munkakerülő költözött haza,
hanem elvállalta a takarékpénztárat, és el kell ismerni, hibátlanul minden egyezett nála. A bajok másból következtek. Például marha pásztornak csúfolta a papot, ami nem csak a plébános úrra sértés, hanem a híveire is, mint nyájra. El kell ismerni, ez az istenkáromlás annyira érdekes lett a nőknek, a menyecskéknek. Micsoda férfi lehet, ha még az anyaszentegyházzal is szembe mer szállni. A felesége a megmondhatója annak ellenére, hogy nincs gyerekük, amiben nem ő a hibás, biztos az apáca arcú asszony. Tábornok is lehetne azzal a himlő helyes képével, de féltek a gondolkodásától, és nem sorozták be katonának. Gúnyolta az urakat, a németeket, az angolokat. Hát akkor csak a vörösök, az orosz hadsereg tetszhetett neki. Ezzel olyan különösséget váltott ki maga körül, hogy elterelte családjáról a figyelmet. Azért politizált, azért számolt a pénztárkönyvben, hogy senkinek se jusson eszébe megkérdezni, hogy van a kedves felesége, hogy szolgál az édesanyja egészsége ilyen nagy gyászban. Talán azért vállalt tisztviselői állást, hogy ne gondolják, miből ered a gazdagságuk, és nem azért költöztek-e ide, mert tudták, hol van az ősi kincs elásva. Nem akart a szóbeszédre válaszolni, magyarázkodni, hogy minden vagyonuk az ő jogos tulajdonuk. Ezért lett anarchista. Aztán jöttek a kommunistái. Az oroszokat nem érdekelte, hogy miért nem katona, hogy megmondta a németeknek az anyanyelvükön kaput nekik, meg hogy szitta az urakat, a papokat, a nyilas malom ellenőrt. Föladta magát, mert fájlalta a takarékpénztár kifosztását. Oda ment az orosz tiszthez, hagyják a páncélszekrényt, nincs abban óra, se arany, csak iratok, az meg minek nekik. Hát akkor nyissa ki! És mert az egész falu odadugta az okmányait, ellenkezett. Erre kirobbantották a zárat, és tényleg csak papír volt benne. Minden elégett, őt meg elvitték bosszúból, meg hogy szökött német, ha németül beszél. Senki se látta azután. Itt maradt a felesége. Még mindig szép volt. Itt hervadt magtalan az ezredes nével. Akkor már a szakácsnő is elment, mert féltette magát. Talán ő megmenekült a demokráciától, nem mint a két nő. Kitelepítették volna őket, ha a báróékat nem telepítik hozzájuk a kiskastélyba, de azok se zavartak olyan soká a nagy családdal. Jobb volt azoknak a bajor rokonoknál, nagy jövő állt a gyerekeik előtt az ottani birtokon, míg az ezredes néig díszterme valóságos sírkamrává változott, élve eltemetkeztek. Volt ott egy érc koporsó, amit előre megvett az öreg nagyságos asszony. A fuvarosok elmondták, hogy valami nehezet szállítottak a vasútról, de azt a postástól tudni lehetett, hogy érc koporsó. Látta, amikor próbálgatta az özvegy, milyen benne a fekvés. Ő aztán kiolvashatta a csillagokból, mi történik a halála után. Jó előre gondoskodott, hogy a csontjai akkor is egybe maradjanak, ha a temetőt bevetik kukoricával. Ott tartotta az érc koporsót a díszterem sarkában, letakarta perzsa szőnyeggel, mint valami pompás emelvényt. Berendezte a lánya családját is, feketébe öltöztette, hogy majd lélekben mellette legyenek, ha túlélik, de már halottak neki, akik nem lehetnek itt testileg Venezuelából. Ott álltak sorban az üveg mögött, hogy ne csak a menye búcsúztassa, pedig olyan népes temetés nem volt még, mert hálásan gondoltunk rá, már akkor a jóslata miatt, hát ha beválik, és azt hittük biztos beválik, mert éppen akkor derült ki a sötétség. Ő meg csillogva ereszkedett a földbe. Bábel tornya. Kedves fiam, vártuk a levelet, de hiába. Úgy látszik, nincs időd. Ha tudnád, milyen rossz a várás, biztos írnál. Jó lenne, ha haza tudnál jönni. Apád igen gyenge állapotban van. Mari el akarja vinni ajkára, kivizsgáltatni, meg injekcióra. Egy hétig tartana, én meg félek itthon egymagam. Jó lenne, ha pár napig itthon lennél. Minek annyira emlegetni a közös munkát? Máskor is, emberemlékezet óta összesegítettünk takaruláskor.
Csak most mindenki azért csinálja együtt, mert parancsolják. Kivezényeltek a temetődűlőbe az országút mellé. Oda mentünk legalább 10 az első világháború kiszolgált katonái. Úgy határozott a vezetőség, úgy agitáltak, hogy nem csak azért jó az közös szérűnek, mert közel van a faluhoz az országútnál, inkább azért kell annak ott lenni a disznófertő miatt, hogy a tűzrendészettel ne legyen semmi kifogás. Csak ott van annyi víz, amennyi elég. Rendjén mehetett volna minden. Benne volt a fejünkben, kinek mennyi szokott teremni. Most se lehet sokkal több vagy kevesebb, ha mindenki a saját földjét vetette be. Úgy kezdtük rakni az asztagot, ahogy az megvan írva. Azt mondta a Szabó Vince, a mi tudásunkból csak arra telik, amit megszoktunk. Arra gondoljunk, mintha a kocsi Gyulánál kezdenénk, aztán a vadász patyinál folytatjuk, utána a vasutas patyinál, az Ács Lajosé kimarad, az csak egy iparos, ő náluk nem szoktak masinálni. Most is odaraknák a szomszédba a Zsarnócai Kovácséhoz azt a kis csépelnivalót. Na, akkor a Vincéjé következik, mindig neki volt a legnagyobb, erre önszántából megváltoztatta a véleményét, rakjuk meg akkorára az asztagokat, mintha az övé lenne. Ezt meg a Szűcs Jóska kifogásolta. Az Ács Lajos tudása jutott az eszébe. Ha ő csinálta meg régen a báró magtárának a tetőzetét, akkor megtervezhetné ezt a nagy asztagot is, ahol az egész termés egyben lesz. Azért az mégse jó, még ha a Lajost előkerítenénk, akkor sem. Eső is jöhet, és a munka legalább 1 hétig eltart, és azon túl nekünk csak padláshoz való létráink vannak. Egy jó hosszú most is akadna, ha nem oszlatják föl a tűzoltó egyletet, ha nem darabolják föl valakik a hosszú létrát. Megvan az, csak körül kellene nézni. Én nem csinálok házkutatást. Megkeresnénk és összeszegelnénk. Akkor jutott eszébe a Bikás Bódinak, hogy senki se hozott létrát. Ti akartok itt asztagot rakni? Megjött az első hosszú szekér legalább 8 kereszt búzával. El kellett kezdeni. A létra majd csak előkerül valahonnan, de itt ez a szekér. Hát akkor kezdjük a kocsi Gyuláéknál. Aztán majd sorban, ahogyan szoktuk. Ez kisebb, ez még kisebb, ez is, ez meg a legnagyobb, és így tovább. Ebben mindenki belenyugodott, mert úgy a legjobb, ahogyan máskor is volt. Sőt, ez még érdekesebb, mert nincsenek épületek, és mégis olyan, mintha a falu volna, ahogy a végében elterül a temető. De megjelenik a kisbíró. Azt mondja, föl kell az egészet szedni, rakjuk csak egybe, mert ez közös gazdaság, az asztagnak senkiére se szabad hasonlítani, nem engedélyezi ezt a reakciót. De hát ki tudja, mennyi a gabona így egyszerre? Úgy még tudnánk, ahogy elkezdtük, hozzásatszolnánk az illető birtokának a múltjához, és takaros, esőálló asztagokat raknánk olyan formán. De így? Tessék jó nagyra alapozni, és mindent egybe! A búzát a rozzsal. Abban viszont igazatok van, taktársak, hogy a különböző gabonafajtákat azért csak rakjuk külön. Így mondta. Rakjuk külön! Pedig még a bicikliét is csak addig támasztotta, míg eszébe nem jutott, hogy ezt az ünnepi pillanatot meg kellene örökíteni. Eltekert a tanító úrhoz, jöjjön már a fényképezőgéppel. Le is vett bennünket, soha se fogjuk elfelejteni, hogy ott raktuk az asztagot a temető dűlőben. Azt mondta a tanító úr, ne úgy nézzünk szembe a masinával, mint amikor lefényképezte a falut a templom ajtóban a képviselő tiszteletére, középen a kegyelmes úr, a doktor Foki plébános úr, meg a bíró, aztán jobbról-balról az elöljárók ülnek, mások meg állnak, a Lülü Józsi apja, az akkori kisbíró a harangozóval majdnem lemaradtak a képről. Most a kisbíró legyen középen, a harangozó hat hiányozzon, ha úgy is meghalt, és nincs itt az utóda, a többieknek meg tessék dolgozni. Úgy! Bocsánat! Várjunk még 2 szekeret, mondta a kisbíró. Hadd legyen megörökítve a kollektív munka első közös pillanata. Aztán majd mosolyogjunk ám! De hát minek mosolyogtunk volna munka közben, háttal, hajladozva, seggel a lencséjébe? Szerencsére a Bódi bácsi elfeledkezett magáról. Rettyentett! Akkor aztán nevettünk. Nem hiába kaptunk dicséretet a képért. Annak is vége lett, és a kisbíró is elment körjáratba ellenőrzésre a mezőben. Délfelé jól megnőtt alattunk az asztag, de a létráról mindenki hallgatott. Eltereltük a figyelmünket, mert senki se akarta beadni a közösbe. Ha nem volt fölsorolva, mint a kocsi, eke, vetőgép, mi egymás, maradjon csak otthon. Mert innen úgy is eltűnik, aztán meg majd csak lesz valami,
Majd úgyis az eszébe jut annak a kisbírónak, majd megvilágosodik előtte, ha neki dolgozunk. A kocsisok még lesegíthetnek bennünket ebédkor. Fényképezni azt fontos, de létrát elfelejtettek. Nem így volt a magánvilágban, mikor sort kerített valaki a takarulásra, egyből oda támasztották, ahová éppen kellett. Fényképezni azt fontos. Kedves fiam, rég óhajtott levelet nagyon vártuk. Nem tudtuk, mi van veled. Kezded a vizsgákat, sok a dolog. A bolond Jóska se jön, hát kevés a pénz. Ha jössz, vár az udvar, igen gazos. A cseresznye lefogyott minden fáról, leették a kányák meg a madarak. A többit levertem, üvegbe tettem. Az a fiú, aki eltűnt, megtalálták 2 hétre halva. Rejtély, hogy mi történt vele, öngyilkos vagy gyilkosság. Én is csak meg vagyok valahogy. Magas volt a vérnyomás, most folyt az orrom vére, sose folyt. Apátok nem kapál, csak a halál meg a halál, arra gondol. Most van a legnehezebb munka, a kapálás. Csúnya főd, még meg se ekészték, úgy kapálom. Bár egy hete járok be, de nem adnak, mindig van valami kifogás, nincs ember, aki dolgozzon, csak annak adnak, aki bent dolgozik. A kutya megkölkezett 2, de azt hiszem nem idejére, mert elpusztultak. Csak meg-meg vagyunk, hogy meddig nem tudjuk. Sokszor csókolunk, szüleid. Utóirat. Lacinak most nem írok, majd add neki a levelet. Azt beszélik, hogy Laci is elvált a feleségétől, mert más nővel jár. Telt múlt a nap. Kimelegettünk rettenetesen, izzadtunk, pedig vizet se ittunk. Kis fröccsre meg igazán nem gondolhattunk, hiába volt a kalapunknak akkora karimája. Akkora árnyékot azért nem vetett, hogy alatta kihűsölhessük magunkat. Nem törődött azzal se a kisbíró, ha nem jön kocsi és pihenhetnénk, legalább leszállhassunk a szárazföldre, megjáratni a lábat. Nem, fönt bóklászni a kévéken, hogy az ember alig áll egyenesen, csúszik, mászik. Te Feri! Nagyobb lesz ez az asztag, mint a templom. Hát akkora nem, mert ennek nincsen dombja, se tornya se lesz. Dombja az nincs, de tornya még lehet. De annak még nem jött el az ideje. Csak raktuk az asztagot ételen és szomjan. Ha valakinek kisdolgozni kellett, lekuporodott, mint a nők. Csak félrefordult, beleengedte a kenyérnek valóba mindenki szeme láttára. Hozzánk képest a kocsisok meg a kévehányók hazamehettek ebédszünetre. Nekünk is hozták a hozzátartozóink azt a sok ebédet. Kiabáltak, hogy menjünk le. Hozzátok föl! Hogyan tudnánk lemenni, ha nincsen létra? Létra? Lett nagy női forradalom, hogy miért nem hoztunk. Hozzanak maguk! De a falu végén nem adtak, mert aki fölment, le is tud szállni. Persze, féltették. A Vince rászólt a feleségére, az Annussal mindenki elment létráért hozzájuk a kis utcába, jó messze, nemhogy a közelből hoztak volna, mert voltak közöttünk közeli lakosok is. Hadd menjenek messzire, legalább nem áldogálnak, nem kiabálnak itt, hogy mi a rosszabbnek ekkora asztagot rakni, hiszen ez nagyobb lesz a templomnál, vagy legalább akkora, mint a báró magtára. Nem volt nekik elég ez a kifogás, féltés, a munkánkat is kritizálták, hogy félreáll az asztag, az egyik oldala kihasasodik, persze, mert nincs közöttünk irányító, hát ilyen nagy munkát nem lehet mindenkinek a maga feje szerint csinálni, cseszhetjük az egészet, ha nincs összhang, együttműködés. Kivitte volna a kritikát, ha nem a pap szakácsnéja, a Lizi. Még ide is kijött, látni akarta, hogyan bukfencezünk le abból az óriási magasságból. Arra még várhatott, mert az asszonyok megérkeztek a létrával, és kiszabadítottak bennünket a kelepcéből, és jó étvágyal elfogyasztottuk az ebédet, aztán folytattuk a délutánt. És létránk is volt, amire akkor lett legközelebb szükség, amikor állásokat kellett csinálni, mikor már a kocsisok nem értek el bennünket, mert ahogy mi emelkedtünk az égbe, ők annyira süllyedtek le a fenékdeszkáig rakodás közben. De hát az állásnak valót kellett előbb beszerezni, durungot, deszkát, amire az ólajtó a legszerencsésebb, hiszen már össze is van vasalva és nem izegmozog. Máskor a nagyasztagokhoz a hajazás kezdetével rakták föl az állásokat,
Mi pedig nem hajazhattunk még, mert akkor elkezd szűkülni a helyzet. Szóval a meredek falba szúrtuk volna, amin lehetne dolgozni, de se fa, se emberanyag. Megint a hercehurca a rosszabb ebbe a szervezetlenségbe. Inkább az egyik kocsis hagyjon ki egy fordulót, és szerezze be a házaknál, ami kell. Mikor ezzel megvoltunk, már csak a munkáskész hiányzott. Mindenki a földeken, mi meg az asztagon vártunk, és igen melegünk lett a tűző napon. Na gyerekek, mondta a Vince, így, gyerekek, annak a sok öreg embernek. Szóval, gyerekek, ide négy erős ember kell az állásokra. De ha elvonunk négy kévehányót, akkor kirakja meg a szekereket. Ha azokat nem rakja meg senki, miből legyen az asztag? Persze a kisbíró már megint eltűnt azzal a nagy eszével. Megérkeztek a szekerek, beálltak a helyükre, aztán csak vártak, mert nem tudták fölhányni olyan magasra. Szálljanak le már onnan, szedjék el tőlem! De kinek lett volna ereje, hogy azokat a nehéz kévéket még föl is tudja dobálni? Elég volt azokat ide tenni, oda tenni, köteléénél fogva, karolva, toszogatva egyiket a másik után. Várjuk meg a bányászokat, mondta Erdődi, a munkanélküli kanász. Négy órakor itt lesznek a fakarusszal, és az ő Bózsi fia is hazajön, majd ő kivezényli őket a pihenésből. Szerencsére a fia vájár volt. Adtak rá a többiek, mint csillések. És megérkeztek a bányászok. Nem jöttek valami boldogan az asztagra, mert korán keltek, inkább aludni szerettek volna. De hát a falu is kérhet valamit tőlük, ha meg van szorulva, igaz? Egyszer lent, máskor fönt. Duzzogtak a bányászok. Mégis az ilyen erős emberek szeretik megmutatni a tudásukat, hogy melyikőjük mennyire képes a versenyszellemben, amiből elég gyakorlatuk lehetett a szénnél. Jött az Erdődi Bózsi, menés közben folytatta az ebédelést, még járt az állkapcája. Fölevickéltek az állásra, valahogyan a többiek is, és már csak fönt akadhatott el a munka az öregeknél. Olyan egyöntetű összhangot csak a cséplésnél lehetett tapasztalni, mindenkinek megvolt a maga munkája. Azt csinálta teljes igyekezetből, abból nem volt hiány, de az izomerő az más. Mondta is az egyik kocsis, kimerült a kévehányója, az Imrus, mert fölhívta a gróf kisasszony telefonon. Akkor még egyetemista volt, letette a vizsgáit, és azonnal befogták a rokonai, hiszen a szellemi erőfeszítést legjobb kétkezi munkával gyógyítani. Abban meg a nagynénje hátráltatta. A nagynénje halála miatt szétesett a brigád. Aztán nem is volt szükség rá, mert a gabona nem várhatott, levágták mások, amit meghagytak a vállalásból. Már azt hitte, kipihenheti magát a testi és lelki fáradtságból, de a kisbíró kivezényelte kévehányónak. Ott aztán nincs megállás. Már azt hitte, kipihenheti magát. Kedves gyerekeim, tudatom veletek, hogy 15-e óta már Devecserbe, Belláéknál vagyok. Jól érzem magam. Ilyen időre még nem emlékszem. Az első hóvihar otthon ért. Hóhegyek vannak. Kétségbe estem volna, ha V éppen nem akkor jön Pestről. Eljött az urától. El akart helyezkedni a postára, de nem kapott lakást. A postára felvették volna. 2 hétig ott volt nálam. Az ura igen goromba, nem bírja már. Hozzánk hozott minden ruhát, még a nagy képeket is. De azt hiszem, hogy hazamegy. Igen nagy dolog volt a költözködés. Az ablakok be vannak deszkázva, az ajtó be van vasalva, 2 lakattal zárva. Minden fát behordtunk, még a rönköket is, amik széllyel voltak. De mire ideértünk, mindent belepett a hó. A kutya igen elkényesült már. Nem eszik meg más, mint a húst. Vasárnap kikaparta az ajtót, és nem talált haza. Egy disznóölésnél találtak rá. De most már befejezem. Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok. Csókol benneteket, nagymama. Ilyen még nem volt. Az egész szántóterület be lett hálózva a takarulással, mindenki jött-ment. Ha valaki meghal, mint a múltkor, nem kellett volna találgatni, kinek szól a harang. Úgy vitték a kocsisok a híreket, azok mondták az egyetemistának, telefonáltak neki a postára, fusson, de gyorsan. Megijedt,
ki és mi a fenének, mi lehet olyan fontos a takarulás kellős közepén. Így hátráltatta a falusi munkát a grófnő, nyaralásnak képzelte az életet. A gyerek meg a határ túlsó végéből szaladt akár a kengyelfutó, hát ha a mennyasszonya, csak nincs valami baj. Zalai barátja miatt érdeklődött a grófnő, tud-e valamit róla? Hogyan tudná, mi van vele, ha a falunak hányja a kévét? De ha csak ennyi lett volna a kiesése. Ráadásul azt mondja neki a postamesternő, megkapta-e azt a levelet, amit egy női név írt neki Pestről. Olyan vastag, meg kellett portózni. Azt ugyan nem kapta meg, pedig nagyon várta. Nem kapta meg? Hát akkor a másik Imrének vitte a kézbesítő a pusztára. Az pedig a határ másik végén van. Futott a gyerek árkon bokron a pusztára, de akkorra fölbontották. Ez biztos nem az övöké, ha úgy kezdődik. Szerelmem. Mit írt benne a továbbiakban, az csak az asszony meg a címzett tudja. Csak azt látták az egész határban, ahogy megy. Nem néz a lába elé, olvassa elvakultan, vinnyog, nevetgél, táncol, mint egy bolond. Jobb lett volna, ha nem tanul, itthon marad, mert akkor nem zavarják meg az ilyen nők a munkáját. Azt mondja a kocsis, a gyerek szánja bánja, ő arról nem tehet, és ettől az incidenstől még jobban kifáradt. A kocsisok persze megbocsátottak, ezt is jó szívvel újságolták a lerakodáskor, mi pedig az asztag növekedésében nem szenvedtünk hiányt. Sőt, már a bányászoknak is igen föl kellett nyújtózkodni, az öregeknek meg annyira lehajolni, hogy baleset veszélyes lett, mert az álláson, azon a talp alatnyi helyen nem lehetett biztonságosan megvetni a lábat. Igen, merőlegesen voltak, ha lehajolnak, leesnek a mélybe, ne adja Isten a vasvillába. A hiányzó bányászok ilyenkor aludni szoktak, nincs más épp kézláb, csak a szabadságozó Dénes Tibi, az ávós határőr főhadnagy, akinek ide hallik a harmonikája az udvarukról. Ki merne annak szólni? De előbb azon folyt a vita, elkezdjünk-e hajazni, vagy már késő, mert ki tudhatja, hogy ebben a roham munkában hány kereszt van még hátra, ahhoz satszolni kell, hogy annyi van-e még, amennyivel az utolsó kévéig befejezhetjük. Az egyik azt mondta, várjunk, a másik szerint elkéstünk. A harmadik szerint akár sok, akár kevés, most mindenképpen el kell kezdeni a hajazást, a tetőt, és visszájáról kezdte rakni a kévét. A másik meg folytatta, ahogy eddig. A tövét rakta kifelé. Annyira összevitatkoztunk, senki se hallgatott a másikra. A munkásosztály se tudta magához ragadni az irányítást. Egyik se volt ácsmester közöttük, pedig már 8-ra szaporodtak. Csillések voltak azok a szénnél az Erdődi Bózsi kivételével. Mindenki csinálta, ahogy gondolta. Egymás szavát se akarták érteni. Megzavarodott a nyelvünk. De ezzel odalent nem törődtek. Adta a négy kocsis a négy bányásznak, azok pedig a másik négynek. És nőtt az asztak, már az is szédült, aki fölnézett, hát még aki le. Te jó Isten! Már a templom tornya is alattunk van. Hát még a vörös domb! Ennél az asztagnál csak a Somlóhegy a nagyobb, de annak a kilátójából nem lehet ennyire szédülni, mert közel a fensík, ahol a turista gondnok Szamara szokott legelni. Közelebb látszik, mint ezek a lovak. És a nők, akik újra megjelentek kiabálni, jajgatni, hogy abba hagyhatnánk, mert összeomlik alattunk, hiszen úgy raktuk, olyan át a botában, már csak az Isten tart fönt bennünket. Jaj, te Feri! Ugye szédülsz? Félre van rakva az asztag! Ezt már be kell fejezni, hát ha eső lesz. Ki volt az a lülű, aki ezt parancsolta? Te, én szédülök, mondta a Feri. Kapaszkodj! De a Feri elkezdett csúszni ott, ahol se állás, se szekér. Jaj, segítség! Aki látta az arcát, meg azt, amilyen kétségbe esve kapaszkodik, de csak csúszik lenek, annak már attól is inába szállt a bátorsága, de csak kővé tudott dermedni. Minden kővé dermedtünk, ahogy néztük, mi lesz most, gyerekek, vége a keresztes Ferencnek. A nők hányták a keresztet, a kocsisok sóbálvánnyá változtak attól, amit láttak, a bányászoknak meg ott kellett állni tehetetlenül, csak várni, amint ez az öregember nem sokára kitöri a nyakát. Megúsztak már néhány bányászkatasztrófát, de ilyenben még nem szereztek semmi tapasztalatot. Csak az Erdődi Bózsinak nem ment el a józansága. Elkiáltotta magát. Curük! És mind a négy szekér megindult hátra. Az egyik éppen oda, ahol a Feri kalimpált. Egyszer csak azt vette észre, ott fekszik hanyatt. Nevetett kínjában.
Erre mindenki, a 10-valahány öregember megindult csúszva lefelé. Fogták a kalapjukat, siklottak összekuporogva, mintha csak szánkóznának ilyen rút vénen a templom dombról bele a gabonába. Az volt a legrosszabb, mikor az asztag ereszétől a szekérig repültem a levegőben. Behunytam a szememet. Lesz, ami lesz, és zutty rá a Ferire. Mások meg a többi szekérre, egymásra, egymás mellé. A kocsisok első segéllyel szétválogattak bennünket. Ezt is túléltük. A nők alig győzték a tagjainkat fogdosni, kit-kit a felesége, a menye vagy a lánya, az egész sereglet. Életben vagyunk-e? Hol fáj? Mit csináljanak? De attól eltekintve, hogy elállt a lélegzetünk, megúsztuk szerencsésen. Fölnéztem az asztagra, hát mint egy felhőkarcoló akkora. Csak onnan a mentés nem probléma, mert ha tűz üt ki, vagy földrengés, aki életben van, azt kimenekítik, legföljebb behunja a szemét, amikor daruval lógatják lefelé. A vince, mikor már földet érzett a talpa alatt, és ott ingadozott az egésznapos bizonytalanság következtében, ő is fölnézett. Aztán szó nélkül elindult haza. Mi meg utána? Öregek. Utána a házába. Mert volt neki bora, még ha messzi, a kis utcában is. Azt mondtuk a Vincének, meginnánk valamit hitelben. Akkor csaptuk azt a nagy túlélő mulatságot, amiről azért még szólnom kell valamit. Mondtuk a bikás Bódinak, aki már sírású lett, hozd el a hegedődet, ha beteg a tüdőd, attól még tudsz muzsikálni, hadd danuljunk utoljára. De mi csak nem danoltunk, mindenki mondta a magáét. Ez még rosszabb, mintha nem tudnánk magyarul, mert senki se hallgatta a másikat. Mindenki a régi hősi veszélyhez hasonlítgatta a mostanit, amiből megmenekült. Én is mesélhettem volna, hogy a batalionunk 1915. június 18-án Mazinge-Würzbe került a Piavénál. Csönd lett, aztán ágyúzás, a lovak összerogytak, betemetett a föld, meg se ismertek a sártól, a vértől, vittek a Piave partjáig, onnan ponton hídon vonultunk vissza, sokan elestek, én meg a bécsi kórházban feküdtem 3 hétig, utána Pilsen a sörrómája. Úgy se hallgatná senki, mert mindenki tudta a másik történetét. A Vince csak hozta a bort, mert hogy Bukovinában Isten segítsen, András falván sírtak az asszonyok örömükben. De az első mondattól folytathattam volna, mi volt Tarnopolnál, amikor a föltámadás napján barátkozott az oroszokkal a 19-es gyalogezred, bekötött szemmel átkísérték az ellenséget mazsolás kalácsra, kakaós kávéra. Így mulattunk. Azután rendben hazavezettek bennünket a nők, senkit se érhetett árokban a szégyen. Megbocsátottak, megértették, nekünk is el kell viselni valahogyan a kommunizmust, míg el nem távozunk az életünk sorából. Árokból jön a törpe. Kedves fiam, vártuk a levelet, de hiába. Úgy látszik, nincs időd. Ha tudnád, milyen rossz a várás, biztos írnál. Jó lenne, ha haza tudnál jönni. Apád igen gyenge állapotban van. Mari el akarja vinni Ajkára, kivizsgáltatni, meg injekcióra. Egy hétig tartana, én meg félek itthon egymagam. Jó lenne, ha pár napig itthon lennél. Jól mutatott a fiatal káplán az aranykeretes szemüveggel, mintha a nők bálványa is attól lett volna. Szinte észre se vették fekete reverendáját, fehér csontgallérját, sudár alakján. Íme az intelligencia mintája. Ilyen szeretett volna lenni Berec Lali is. Nem mint a tanár, ez a mindig barna öltönyös, akinek olyan fertőtlenítő szaga volt a borotva szesztől, mint egy orvosi rendelőnek. Magas sarkú cipőt viselt, hogy legalább fölérjen felesége homlokáig. Szeme savós, még akkor is közönyös, ha a hosszú vonalzóval hadonászott az órán. Ezért sem készült Lali tanárnak, pedig annak olyan gyönyörű szép volt a felesége, hogy ha a káplán nem pap, biztosan őt veszi el. Egymáshoz illő házasok lehettek volna.
Hát pap se akart lenni, inkább tudós. Majd lefényképezkedik a mikroszkóp fölött, hazaküldi az anyjának, hadd lássa mindenki, mi lett belőle. És mikor a menyasszonyát elhozza bemutatni, még inkább irigyelhetik, mert pontosan olyan szép lesz, mint a tanárné, akitől elepednek a fiatalok, ahogy a remek melléről, feszes faráról, forró öléről ábrándoznak. De előbb aranykeretes szemüveget csináltatott. Előkelőnek tűnt és megkomolyodott tőle. Még talányosnak is véltük, mert elfedte tekintetét, az a sok dioptria körein széttördelve elnyelte szemefényét. Úgy indult világot látni Pesti nagynénjéhez, aki Kőbányán tanított és oda segítette a gimnáziumba. Amerre járt, mindenfelől hozott valami csodálnivaló mondatot, amelyhez az otthoniak vágyaikat hozzá képzelték. Fölidézett egy sötétben is világos mesebeli várost, ahol az élet szakadatlan fényreklám, vidámpark, kabaré, sörkert. És senki nem gondolta, hogy csupán egy kollégista ritka élményei közé tartozik az egész. Olyan szerepe lett ennek a Berec Lalinak, mintha ő vezet neki a reménytelenségből. Hazajövetele ünnep volt sokáig, különös izgalom szállta meg a családot, s ha kiállt a kapuba, odavonzotta a járókelőket, hát ha megtudnak tőle valami érdekeset. Népszerűségét tovább növelte a rokonság. Nővérei férjestől olyan állásokat töltöttek be, hogy valami módon mindenki függött tőlük, és bizonyos előny reményében alázatos mosolyjal, hízelgéssel, zavartalan egyetértésben szolgálták őket. A megszólásokat rossz ízű pletykának hitték, magukba folytották, nem úgy, mint a káplán és a tanárék barátságáról keltett és ferdített hírezteléseket. Viola csalja Bencével a Fercsit. Azonban elérkezett az idő, mikor már Lalit is szájukra vették, és az örökös dicsőítést éppen az öccse törte meg, s úgy rendezte a rágalom befejezetlen színjátékát, hogy rögtön elfelejtsék, kitől is ered. A rokonság azonnal bevetette Lali erényeit, s szembeszegezték a suttogóval, aki már nem tudhatta, s még az sem, aki mondta neki, és az előbbi sem, hogy a legkisebb testvér viccesen, szinte dicsekedve adta elő valakinek, a bátyja micsoda balhét csinált megint. Nevettek a haverok, legyintettek az idősebbek, amolyan bagoly mondja a verébnek formára vették, hiszen egy részeges csapostól hallják, aki szégyent hoz a falura, a nagyforgalmú restiben, vizezi a bort, megrövidíti az italt, többet számol. Csak látnák a szobáját! Ennek az ágya még sose volt bevetve, úgy hagyja félrerúgva a dunyhát, tele a hamutartó csikkel, és a sarokban a padlón az a rengeteg üveg, mert még az anyját is kizárja onnan, ő oda a lábát be nem teheti. Ennek egyetlen szava sem igaz. De ha átjut mégis ezen az erős ellenszemben az öcsitől valami, hamar elhal a nővérek cáfolatában, s azonnal befogja a száját az illető. Úgy kezdődött, hogy a fiatal káplánt elhelyezték. Lalit meg nem vették föl az egyetemre, és itthon téblábolt néhány hónapig, legfeljebb ezt-azt szerelgetett maguknak, még a tanáréktól is látta valaki kilépni egy francia kulccsal. Nem is lett volna érdekes, ha az öcsi nem mondja, hogy a bratyóm is szemüveges, arra bukik a Viola. Micsoda? A káplán utóda a Lalitok? Azért van itthon? Mikor a nővérek meghallották, állást szereztek neki egy félreelső faluban. Mégis minden nap hazajárt. Azt hitték azért, mert a tanár tábort vezet a Balatonnál. De aztán augusztus végén elköltöztek, biztos a káplán után. Meg sem mondták hová, csak igen messze a Duna mellé, mert az asszonynak nagyon hiányzott itt a víz. Attól már nem jött a Lali hónapokig, és nem is tudtak róla. Egyszer csak megjelent, és másnapra eltűnt a vasút felé. Aki látta, kíváncsi lehetett, miért nem a szokásos irányban ment el azon a hajnalon. Ja, már Pesten van, kirúgták, mondta az öccse olyan könnyedén, heherészve, hogy hanyagul rákérdezhettek, s azonnal megtudhatták, volt egy kis zűrje a kasszával, mert ő kezelte a pénzeket, tudja rossebb micsodát, lehet, hogy a marhalevelek illetékét csorta el, vagy a tagdíjakat, az meg nem sok, ugye? S elterjedt, hogy lecsukták a Lalit, mert elitta az adót. A Milalink, tudhatják, mekkora szíve van, ő lenne részeges. Rohadjon ki a nyelve, aki ilyent kitalált. Nem maradhatott ki a társaságból, aztán a főnökei fizettettek vele. Tudjuk, kicsodák.
mondta a legfiatalabb nővér, a boltos megerősítette a középső, a postamesternő, maga elé tolta a rendőr férje tekintélyét a legidősebb, a bába, a sógorok, a brigádvezető és a főkönyvelő is támadásba lendültek, ha valaki gúnyt űzött a Lali nagy szívéből. Valaki gúnyt űzött a Lali nagy szívéből. Kedves gyerekeim, mi van veletek, hogy nem írtok? Nem értek rá, sok a munka, azért pár sort írhatnátok. Egy hete jöttem haza Devecserbe, beadta az orvos az injekciót. Most már a derekam nem fáj, de a lábamban a forgó az fáj, de majd csak kimegy belőle. Csak a vérnyomással vesződöm, 220 volt, hogy mértem, pedig szedtem a gyógyszert. Iszkázra nem voltunk, mert rossz Mariék kocsija, eltörtek a rugók. Pedig igen kellene már menni. A nagy Ernő házát kellene bérbe venni, ha lehet. Azt meg is kellene nézni, amíg másnak ki nem adja. Akkor mi lesz megint? Csak vissza kell menni? Én pedig már félek visszamenni. A K. Ili elment egy hete, szegénynek agyzavara van. Még nem tudnak róla, a rendőrség keresi. Jó idő van, csak mennek a napok, várom a tavaszt. Lehessen kint a levegőn lenni. Mariéknak már egy hónapja megjött a kocsijuk. Feri elment érte karácsony előtt, de sötét kéket akartak adni neki. Nem kellett. Csak fehér trabant kombi. Laci se ír. Neki is írok. Írjatok, ha megkapjátok a levelet. Sokszor csókol benneteket, nagymama. Néhány év múlva hozzáadhattam volna én is a tapasztalatomat gavallérságának igazolására. Beültem többet magammal egy pécsi sörözőbe, s a pincérünk épp a Lali volt. Szokatlanul modorosan beszélt, látványosan szolgálatkészek a mozdulata is, a kelleténél lelkesebb. Szégyeltem is valamelyest, hogy tetszenek tudni, mi földik vagyunk, gyerekkori barátok. Még azt se engedte fizetni, aki csak úgy hozzánk csapódott. Hát, így volt ő a szállodai étterem vezetője a Nádorban, ahol minden ragyog, ezüst készlet, talpas veretes tálak, piros meg kék atlaszban muzsikáló cigányok, és mindenütt csillár, tükör. Más is hazudik ilyen szépen. Nem vettem komolyan. De hogy került Pestről Pécsre? Ez a bratyóm a kártya rabja lett, mert az áll jól neki. Mondta a nyomozó is, a Batic Tóni, tudod, osztálytársa volt Pesten, hogy addig járt a kártyabarlangba, ez már igazán feltűnő, tűnj el innen Pécsre, a Nádor szállodába, ott nem ismerik a múltadat. Úgy rötyörészte el ezt is az öcsi, hogy mindenki hallja. De kiálltak érte a rokonok. A mi Lalink, meg a kártya! A hűvösvölgyi lakását abból nyerte talán? Abból van villája a tetjén? Úgy folytatta a restiben az öcsi, elvett egy pécsi nőt, s azért terjedt a szóbeszéd, hogy utána ment a Violának. A Milalinknak százszor különb nők is akadnak, nem parti neki egy elvált tanárné. Hát akkor mit beszél? Így kötött csomót a pletyka végére a postamesternő, s azon a héten visszatartotta a leveleket. Négy napig nem hoztak kenyeret a boltba, a bába pedig az egyetlen születést múlt évi dátummal vezette be az anyakönyvbe. A rendőr megbírságolta a két helybeli autóst, a brigádvezető levonatott a tehenesek fizetéséből, s a főkönyvelő szőrözése miatt majdnem megőrültek az irodisták. Öcsi pedig kuncogott a resti pultja mögött, s újra bedobta Csalinak a Violát, hogy már nem is taníthat. Kantinos nő lett Szigetváron, és a Lalit is odacsalta a tiszti klubba, de most már csak isznak mind a ketten, pedig a legjobb helyre került a süket. De az én humoros testvérkém egyből kivitte az ezredesnek a napi adagját, telirakta az asztalát viszkivel, azonnal nyújtotta a számlát. Erre kihívta a mentőket az ezredes, hogy megbolondult. Bevitette a zárt osztályra, elvonóra. Hát így lettek lezülve, mert a nőt is menesztették szép csöndesen. Éppen tegnap kaptam tőle levelet. Küldjek 10 000 forintot. Neked? Inkább meglátogatom. Még nem szóltam senkinek, majd meglátom, mi van. Nem sokára a bába fülébe jutott, megkérdezte az illetőtől, ki mondta magának. Hát maga most hallja először. Mindenki azt beszéli. Még aznap eldöntötte a család, Lalit haza kell rendelni. Majd itthon elhelyezkedik, lakhat a bábáéknál, mert ők magtalanok, s ott a rendőrség helyben.
Bár a főtörzsőrmester megjegyezte, dögölne ott, ahol van, de annyit engedett, hogy a mamánál legyen a közelükben. Az öcsivel? Soha! Ellenkezett a boltos meg a postamesternő. De Lalit nem kellett hazahívni. Előbb megérkezett. Akkor írta anyám. Most ez az iszákos el még mindig iszik. Most meg az öccsét lopta meg. 500 forintot vett ki a kabátjából. Nem csinál semmit, félnek tőle az emberek. Mert kér pénzt, de nem adnak neki. Elképzeltem, mennyire föl van háborodva mindenki. Mégis a mikorunkbeli nők felháborodását, csalódását gondoltam a legnagyobbnak. Mindannyian szerelmesek voltak bele, de csak az epekedés maradt számukra. Miért nem szakította le azokat az édes gyümölcsöket? Csak akkor tudtam meg, mikor egy rendkívüli állapotban együtt őrködtünk azon a téli éjszakán. Hazamentem disznóülésre. Veszprémben hallottuk, hogy Herend és Devecser között nem áll meg a vonat a marhavész miatt. Herenden leszállt a fél kupé idegesen, káromkodva. Az állomás kijáratában őrök álltak, s beleléptették a formalinos ládába az érkezőket. Azután elszáguldottunk a kis sárga meg a nagy lapos tetejű állomások előtt, még a vasutasok se álltak ki tisztelegni addig, ameddig a jegyem szólt, ahol már szabad volt leszállni. Beleléptettek a fűrészporos ládába. Annyian tolakodtunk a buszra, mint karácsonykor, és persze én voltam az egyetlen lemaradó, meg a kovboly kalapos ember nehéz bőröngye. Nem értettem, mit szól hozzám a zajban a csukódó ajtóból, s csak egy kilométer cipekedés után derült ki, maradjak addig, míg vissza nem jön biciklivel. A villanydúcok távolságához osztottam be erőmet, egyre kétségbe esettebben szitkozódtam, hány villanydúc lehet még hátra. Ki hitte volna, hogy ennek az esetnek, vagyis a kovboly kalapos ember jövetelének különös folytatása lesz. Levágtuk a hízót, öreges tehetetlenséggel és városi tapasztalatlansággal követtük a böllér munkáját, másnap még segítettem a zsírsütésben. Azt hitte mindenki, hogy ha a környéken egyetlen állat sem betegedett meg, nem kerülünk lezárt zónába. Mégis elrendelték a karantént. Az országútra a szélső házaknál őrséget állítottak, beosztották. Inkább az idősebbeket meg azokat a ráérő férfiakat vették figyelembe, akiket akkor éppen nem kellett a munkából kivonni. Így került rám is a sor az első éjjel, ha már itthon vagyok, és úgy sem mehetek vissza. Ki tudja, miért éppen a Berec Lalival kerültem össze? Talán mert senki sem akart együtt lenni vele. De azt még nem tudtam, mikor a helyemre értem, ahol az eljáró vasutas meg az autóbuszkalauz várta a váltást. Megkérdezték, ki lesz a párom, talán a szomszéd Kálmán bácsi, mondtam, de már egy hosszú alak közeledett az utca belsejéből, s még magasabbnak látszott az út domborulatán azért is, mert senkihez sem lehetett mérni az alacsony házak között. Csak a Lali lehet, ha ilyen ráérősen ballag. Inkább hátra dőlt, mint előre, ahogyan szakmájában megszokhatta, ahogy az étellel megrakott tálcát és a sörös korsót viszi, de most lógatta karjait combja mellett, járatta, ujjait billegette közelünkben, ezüstös sálat, szarvasbőrkesztyűt, hosszú fekete posztókabátot viselt sapka nélkül, mint aki szökés közben azt kapja magára, amit talál, netán egy grófi ruhatárban. Csak aranykeretes szemüvege volt ismerős. Oldalra nézegetett, mellém köszönt, és még jobban kihúzta magát, mikor kezet fogott velem. Oda sem fordult a többiekhez. Hát, akkor befejeztük, mondták, és hazamentek huppogó csizmáikban. Oda sem fordult. Kedves gyerekeim, igen régen írtatok már. Én meg vagyok olyan egyformán, csak a kezeimmel van baj. Még mindig megdagadoznak. Nappal csak meg vagyok, de éjjel meg reggel megmerevednek, már kentem kenőccsel. Most meg homokot melegítek rá, de nem javul. Már csak a nyári nap segíthet. Most jó a rádió, Ajkán megcsinálták. Könyvedet elolvastam, igen szép, meg a gyerekversek. Már meg is tanultam őket. Szilveszterkor adták a tévébe. Iszkázra is került a könyv, Berkes Irén megvette, és elhozta, és itt Jakabék is olvasták. Nagymariék disszidáltak Pécsről még a nyáron. Megvolt az árszámadás, 60 forintot adnak. 30 forinttal lett több a nyugdíj,
Most diót pucolok, ebből sokat árulok, Bella megveszi. A drágaságomat mikor láthatom? Már jön a tavasz, és majd eljöttök. Már be is fejezem, írjatok, hogy vagytok. Lacinak is írtam. A hál Lajos felakasztotta magát, de észrevették és levágták. Már 3 hete, de még a kórházban van. M. Jóska szélütést kapott, de nem halt meg, csak fekszik. Csókol benneteket, nagymama. Azt kérdezte, amit úgy is tud. Te is itthon vagy? Eszembe jutott, hiszen én kettesben még sohasem voltam a Lalival. Bandáztunk gyerekkorunkban, ő volt a vezér, én csak a helyettese lehettem. Mások is annak érezték magukat, alább csak a falu bolondja csúszhatott volna, de a mi generációnkban nem született semmilyen fogyatékos, se ütődött, se törpe. Hideg lesz az éjjel. Rakjunk tüzet. Ritka, akácos parcella húzódott a szélső házfala mellett. Követtem, s keresgettük a gyújtóst meg a vastagabb tűzrevalót, kihúzgáltuk a hulladék dorongokat az útra, törögettük a gallyakat, térdünkön aprítottuk, s amint már úgy sem tudtunk, neki támasztottuk a kilométerkőnek, s erősen rátiportunk. Belső zsebéből idegen újságot húzott elő, összegyűrte, s a labdacsokat szétlazította, arra rakta körbe a mágiát. A szalonna sütés pisla tüzecske volt a miénkhez képest, mire lángot fogott. Az országúton teljes hosszában kigyúlt a fénysorompó, bár nem közeledett senki, hogy vissza kelljen fordítanunk. Elkészültünk, végre mondani kellett valamit, de csak a tüzet néztük, mint háborús filmeken a katonák. Megpiszkáltam, összépöccintgettem a parazsakat. Nem reméltem, hogy kettőnk csöndjén átsegít bennünket valaki. Nem soká maradunk, mondta, mintha csak hazalátogatott volna ő is, de jól tudta, mit szeretnék hallani tőle. Miért van itthon egész télen egyáltalán? Kirúgtak. Elegem lett egy ezredesből Szigetváron, nem bírtam már hallgatni fél decinként a pimaszkodásait. Egyszerre kivittem neki 10-et, leraktam az asztalra, s mellé a számlát. Várhatta, hogy valaki besegít az ivásba. Egyedül 10 Napóleon konyakkal az mégis feltűnő. Kiürült az egész kaszinó, szétszaladtak a tisztek röhögni a klozetba. Persze, hogy lejárattam. Ki is rúgatott. Ebben igazat mondott az öcsi. Hát akkor másban nem mondott igazat? A nőügyre kellene tapintatosan rákérdeznem. Az nem lehet sértő, inkább dicsekvésre alkalmas téma. A Viola sem volt a szeretőd? Csak én voltam beleesve. Egyszer elhívtak ajtózárat szerelni. Úgy nézett rám, hogy kiesett a kezemből a fogó a lába elé. Lehajoltam, átöleltem a combját, fölcsúsztam rajta, szájon csókoltam. Azóta mindig ugyanúgy nézett rám, azokkal a bánatos nagy szemekkel, de nem szólt hozzám soha. Mondtam az öcsémnek viccesen, te, ez úgy bámul rám, mint egy szerelmes. Erre azt mondta az öcsi, én mindenkiről azt hiszem, hogy belém van esve. És vegyem tudomásul, hogy ő már lefeküdt vele, nem is egyszer. És nem a káplán, hanem ő volt a szeretője. Csak szerette volna. Azért pletykázott rólunk, hogy elterelje magáról a figyelmet. És szentül hitte, hogy a szeretője vagyok Violának. Ezért áztatott állandóan. Filmet vetített minden vasárnap az iskolában. Erős, borostás, nőre éhes katonák ültek a tűznél. Nagy hó volt körülöttük, és mindig szomorút énekeltek. Csak úgy emlékszem rá, ahogy áll a vetítőgép fénye mögött a sötétben, s ha világos lett, mindenki hátra nézett. Nagyon kedvesen tudott mosolyogni. Máig se hiszi el senki, hogy nem volt a szeretőm. Őrülten mentem utána városról városra, hogy a közelébe lehessek, hogy megtudjam a titkát, mit lehet azon a kis emberen szeretni. Most már sose tudom meg. Fázik a hátam. Ölre való gezemicét ejtett a parázsra, körülállogatta a vastagabjával. Csöndes este volt, nem fújt a szél, csak a föld hűtött bennünket meg a nyers avarszag. Bakancsomon átszivárgott a nyirok, hát még az ő báli lakcipőjén. Még a tűzheve sütött térdemtől fölfelé, hidegen feszült hátamra a nagy kabátom.
Hazaszaladok pálinkáért. Te ide nem hozhatsz, mert velem vagy. De éjfélkor megérkezik a váltótársam egy üvegkörte pálinkával, ahogy a kis Árpással megállapodtunk. Nem tud aludni, és alig várja, hogy beszélhessen veled. Ideje eltűnnöm végleg. A kis Árpás meghalt. A kis Árpással megállapodtunk, éjfélre tök részeg leszek, el kell mennem aludni, te pedig nem lehetsz egyedül. Ő boldogan helyettesít, csak néhány percig legyél türelemmel. Most mindenki a marhavésszel törődik. Most lehet feltűnés nélkül itt hagyni ezt az egészet. Semmit sem értettem szavaiból. Megijedtem. Először a kutyák ugatása közeledett. Aztán átlépkedett valaki az utcai lámpasor fényén. Egyre erősebben hallatszott a cipője, s elénk állt az a kovboly kalapos ember, akinek bőröngyét cipeltem az állomásról, most hegedű tokot szorított a hóna alá. Mehetünk. Ő a nagybátyám. Világhírű zenész. Kár, hogy nem lehettünk barátok. Nem kell ám megijedni, ha az árokból jön a törpe. Egyik a másik után. Kedves fiam, vártuk a levelet, de hiába. Úgy látszik, nincs időd. Ha tudnád, milyen rossz a várás, biztos írnál. Jó lenne, ha haza tudnál jönni. Apád igen gyenge állapotban van. Mari el akarja vinni Ajkára, kivizsgáltatni, meg injekcióra. Egy hétig tartana, én meg félek itthon egymagam. Jó lenne, ha pár napig itthon lennél. Jaj, a fölöslegesnek! Mint egy élő halott látja az égből földi nyomorúságát. Kifordul sarkaiból a temető, elárasztja az utcát, a házakat. Megjelenik néhány lélek hajnalban az adventi misén. Ilyenkor jó arra gondolni, mégis a világon vagyok, hív a harang, emlékeztet a múltra. Három öreg asszony csoszog előttem a sötétben. Az örök mécses világánál 15 lesz belőlük, nyekeregve éneklik, harmatozzatok egek. Aranykeresztes árnyék imbolyog, ropog kezében az ostya, alig tudja lenyelni, cigány útra megy a torkán. Minden olyan akkor, mint valami üres magtár, én pedig szomorkodom. Csak egy visszajáró kísértet lehet annyira nyomorult, aki gyönyörűen szokta felöltöztetni a plébános urat. Lehúztam derekán a karinget, befőttem a miseruhával, hátulról nyakába akasztottam a stólát, és ahogy elszállt kezemről a kereszt, úgy szállt el ujjaimból a meleg, mint a levetett kesztyű után. De szerencsétlenül állsz a visszajáró lelkek között, te, Árik Lajos. Ha nem kell már öltöztetni, ha nincs, akinek nyújtogatnád a persejbotot, azért akad még dolgod. Most már csak a halottakat vizsgálom, ameddig élek, még akkor is, ha nincs más javadalmam, mint az eltávozók utolsó arca. Kiállítom a kémjelentést, aztán indulhatnak az egyforma koporsók az egyre ritkulóbb gyászolók között. Néha azt hiszem, én leszek az utolsó, akit senki se kísér, akit el se temetnek. Lefordulok a székről, megnyílik alattam a konyha, kriptám lesz a ház, átfúr a falon a bodza meg az akác gyökér, a tetőn besüt a nap, növeszti a házamba telepedett erdőséget, lassanként fölemeli a tetőt, összetörik a cserép, elkorhad a gerenda, hegyével fordul a fal morzsalékába a léc, ahogy nyugszom az omladék alatt, mindent beföst a csiganyál. Akkor már semmi se fontos. Hálát adok az Úrnak, hogy megszépítette az életemet.
Legénykoromtól azt végeztem, amit apám is szeretett, amíg el nem vitte a kórság. Még azt se tudtuk, miben halt meg, de azért kimeszeltünk utána fertőtlenítés véget. Annyira élveztem, amint végigmegyek a templomon mise alatt, benyújtom a hívek felé a persejt a hosszú boton. Először még könnyedén leng a részkarimáról a bársony zacskó, a hívek fölnéznek az imádkozásból, mikor megszólal a csengettyűm a fejük fölött. Nem olyan szentséges hangzat, mint az oltárnál. Nem szól olyan gyönyörűen, csak úgy, mint ahogy beszedjük a pénzt. És mintha miattam lenne ekkora gyülekezet. Ki lát ennyire egyszerre mindenkit? Hogy milyen az egészségük, a hangulatuk? Kinek van új ruhája, amit mutogatni akar? Észreveheti ez az, vagy senki, de én valamennyiüket mindenképpen áttekinthetem, ahogy végigmegyek lopakodva, mégis határozottan, a gyerekektől és az urak padjától az idősebbek felé, akik Krisztus sírját is elfoglalják. Fölülnek a Szent Mihály lovára, persze nem félnek, mert még templomban lehetnek. Ott pihenek meg én is az Úr felmutatás idején, és föl a kórusba, a legények közé. De minek? Hogy gúnyolódjanak rajtam? Az ott a pokol tornáca. De mégis, Uram Jézus, onnan szól az orgona mennyei hangja. Ott gyűlik össze a szférák zenéje. Szétárad a sípokból, pedig többször előfordult már, hogy a vásott suhancok leszették a toronyból az alvó gyöngybaglyokat, s volt merszük elengedni előre a Szentlélek galambja felé. Még fönt a nevetés, alul az asszonyok padjában a visszafojtott szégyenletes sikoltozás törte meg a Kyrie eleisont. De én folytattam. A hívek is megnyugodtak. Fehér zsebkendőjükből nyújtották felém az apró forintot. Néhány arc előtt csöndesen eltoltam a perseit, ne szégyenkezzenek. Mennyi tapintat kellett, hogy meg ne alázzam szegényeket, és mennyi gők potyadéka hullott ki az ujjak közül, krákogtak, hogy fölhívják a szomszédaik figyelmét. Egyszer csak megüresedett az urak padja, eltűntek a bárók, akik olyan sokkal hozzájárultak, ők is csak emberek lettek, sőt, szegényebbek a béreseiknél. Talán azért költöztek el, mert nem bírták már a szégyent, hogy a korhelyek édesanyja többet adjon a méltóságos asszonynál. És nekem kifogástalannak kellett lennem, persze másnak is, ha templomba jár, de engem mindenki lát, én meg csak őket látom egyenként. Az én zsebkendőm nem lóghat. Tükörfényes a hosszú szárú cipőm, vasalt pantallóm éle rábudjan a hajtókára, mégse kötök nyakkendőt, csak begombolom az ingalléromat, lábujjhegyen lépkedek, mert az halk, akkorát kell nyújtózkodnom, hogy az már szinte kunst. Az már szinte kunst. Kedves gyerekeim, minden nap várom a leveleteket, de nem jön. Miért nem írtok? Betegek vagytok, vagy nem értek rá? Annyira aggódom, hogy mi van veletek. Csak pár sort írjatok, hogy megnyugodjak. Sok minden történt velem a télbe. Beteg is voltam 2 hétig. Majd megfulladtam, és menni nem tudtam. Föl is keltem, de nem tudtam menni. Nyárádon voltam beteg látogatni. Gézánkat operálták. Elvettek a gyomrából. De szomorú, nem gyógyul meg, el van rákosodva a hasfal, a velek. Már a gyomorra is ráment. Ő nem tudja, mit mondott az orvos. Zsuzsinak mondta meg. Azt hiszi, hogy meggyógyul. Azt mondta, ha rákos lenne, felakasztja magát. Gábor is tehetetlen, leesett a felső lépcsőről. Egy hónapig nem tudott az ágyból kiszállni. Úgy kell felöltöztetni a dereka miatt. Az Irén, Pista, ezek még bírják magukat. Edit lánya most esküdött. Úgy szöktek meg éjjel, mert ellenezték a szülők. Laci írta, hogy kiadják az összes verseit, meg a fordítást is. Ez rendben lesz. Meglátogat, csak az idő rossz, nem is kívánom, hogy most jöjjön, mert úgyis azt írta, hogy már jobban van. Biztos beteg volt. A könyveidet igen veszik itt is. Azt mondják, ebbe igazság van. Jakab Feri azt mondja, úgy igaz, ahogyan van írva. Csókol benneteket, nagymama. Mennyi arcot hagyott rám az ég emlékül,
élőt és holtat. Eljátszhatnám mindegyiket. Néha meg is teszem a föltámasztás reményében, hogy legalább én is élőnek látszam, különben halotti maszkok rémítenék képemből az embereket. Mikor a hívek megfogyatkoztak, és az adakozás önkiszolgáló, a plébános úrral együtt, én pedig céltalanul imádkoztam a többiekkel a mindig üresebb templomban a csillagokkal és a mennyekkel telefödött boltozat alatt, mintha csak az ég lenne megtöltve, akkor lettem halottkém. Orvos nincs, de ha volna is, nem az a fontos, aki megállapítja a halál beálltát, hanem hogy legyen valaki ismerős közülük való, hogy szabadjára merjék engedni érzéseiket világias módon, mert az utolsó kenet szentsége kitessék el mindenkit, a halott kém viszont egybegyűjti a hátra maradottakat, mikor egymás közt mondva jelentem ki a tényt. Bizony, bábának érzem magamat. Csak arról nem szokás szólni, hogy az született meg éppen, aki meghalt. De mióta az első öngyilkosságtól betelt a pohár, ráadásul a bába elemésztette az öccsét, nincs efféle meghittség a gyász esetekben. Mindenki fél, gyanakszik, olyan gyógyíthatatlan járványok várhatók, amiket csak az utolsó ítélethez lehetne hasonlítani. Annak az öngyilkos hullának a nevét nem lehet kiejtenem, mert az ő halálos bűne átszállna rám, és a testvérgyilkost még inkább nem mondhatom meg, bosszúra készek a rokonai. Hogy volt, hogy nem, igazán senki se tudja. Hiába akarom megfejteni, mindig marad valami bizonytalan. Csak az a biztos, ide nem szabad visszaköltözni. És aki annyira megalázza magát, annak csöppöt sem kedves az élete. Most már nem úgy van, mint mikor Kanadából hazatérve azonnal téglaégetőt épített a három testvér, azok még járhattak kovbojkalapban is, nem szólták meg tökik feszes nadrágjukat, még a templomot is elkerülhették, ha angolul beszéltek egymás között, mert dolgoztak látástól vakulásig. Kit érdekelt a nőtlenségük, ha dagasztották az agyagot, tüzeltek a rengeteg fával télen, nyáron, ellátták a környéket olcsó téglával. De a professzor urat mi hozta haza, ha mindene megvolt? Egyszer csak megérkezett abba a kalibába, ami úgy állt a falu közepén hátul akár egy Betlehem. Megvette a szomszéd az iparos családházát a hátsó traktus kivételével, nagy udvar, nagy kert, ahol nagy gazdaságot lehetett volna vinni, ha engedik. Az öregek meghaltak, a család világgá ment, a lány közelebbre, a legidősebb fiú odaveszett, a legkisebbik olyan piszkos munkából élt, hogy a szülei temetésére sem mert hazajönni. Áruhában is fölismertük volna, nem kellett ahhoz uniform is, de azért távolból odaadta az aláírását az adásvételi szerződésre. Nem úgy a professzor, aki ragaszkodott a ház részéhez, még akkor is, ha villája volt a Balatonnál, amit senki se látott, csak az anyjától hallottuk, mint azt is, hogy professzor. Honnan is tudhattuk volna, és minek kételkedni az anyai szóban? A szomszéd tehetetlenül vette tudomásul új birtokának közepén a rogyadozó jobbágyportát, amit fölvert elől a gaz, hátul meg a vadon. Azt hitte a szomszéd, másoknak is az volt a véleménye, a professzor csak azért akadékoskodik, hogy bosszúságot okozzon nevetséges gyermekkora miatt. Még a macskát sem merték elpusztítani, hát ha az ördög, a professzor cimborája, és ha megölik, bajt hoznak magukra. Csak azt nem gondolta senki, ami lett. Miért kellett a helybeli lánynak hozzámenni holmi vándoriparoshoz, aki még tót is? Lehetett volna a szüleinek annyi esze, hogy aki idegenben nősül, vagy ismeretlenül szerzi meg az urát, abból csak baj lesz. Más formájúak a gyerekeik, a csúfolódástól eltorzulnak, lenézők. Nyáron is cipőbe járva a diák életben találnak kibúvót jobb esetben, különben aszfaltbetyárok angyalföldön. Úgy elmennek innen, mintha nem is éltek volna errefelé. A professzor anyját is megmérgezte a nagyralátás, dicsekvés, a semmi se jó, ahogy van, még a zsidó fiához is hozzáment volna. Helyette elment a plébániára takarítani. Ott kerítette hatalmába a gonosz szakácsnő, még azután is oda terelte, amikor már elvette a vándor kisiparos. Én mindenkinek azt mondtam, nem úgy van, de tudtam, mégis úgy van, mert én ismertem legjobban az emberek arcát, melyik gyerek nem hasonlít az apjára. Amikor öltöztetés közben hátrafordította a plébános úr azt a kerekded, tokás, gombszemű ábrázatát, fél óra múlva viszont láthattam az iskolások között gyerekformában. De lehet, hogy én is képzelődtem,
mert a rágalom nagy kísértő, és senki se tudja megemészteni a nőtlenséget mellék gondolat nélkül. Merre kalandozhatott a hajadon, aztán a menyecske képzelete, ha a Tátra havasán meg a paróki a bársony díványán, a kandalló melegében szerette volna érezni magát egyszerre? És miért lett a fiúnak a neve olyan, mint valami katakombai szenté? Maradjunk ennyiben, ne jártassam a számot. Mert ami valamikor igaz volt, az most már fölösleges csúfság, melytől az érintettek nem tudják megvédeni magukat. Maradjunk ennyiben? Kedves gyerekeim, elég sok idő eltelt, mióta itthon vagyok, és sok minden történt. Sokan meghaltak, egy gyilkosság is történt. Kertán a bábasszony megölte a testvérét, kiderült, hogy ő a tettes. Megmérgezte magát, meghalt. Most azt keresik, ki segített neki, mert nem egyedül csinálta. Az urára gyanakszanak, az asszony alkoholista volt. Most meg az Endrét érte agyvérzés. Bevitte a mentő, sokat ivott. Mindenkit megrendített D. Gézáné, a Magda halála. Egy hét alatt elment a szegény. Szívinfarktusa volt. Írjatok, mi történt veletek. Ott vagy az újírásnál. Azt el se lehet mondani, hogyan néztem ki, mély gödörbe a szemeim, véresek, sápat fehér arc, összefonnyadva a bőr. Most már nem vagyok olyan ronda, de még most se vagyok. De már jobban tudok enni, meg minden. De a fejemben még megvannak azok az apró kis dagadt erek, meg a nyakamba is. Már 6 hete. És csak úgy van, nem javul. Mari szerzett gázt, már főztem is rajta. Vártam Lacit, hogy majd jönnek a tévétől. Igen, kíváncsi vagyok, hogyan sikerült a film. A tévébe látták, mint zsűri. Hallgattam észtfordításokat. Belláék 5 kilóból csináltak kolbászt, már itthon van. Igen, jó idő van, lassan március lesz. Lőrincnét megoperálták Pécsen. Sikerült neki. A halál szájából megmenekült. Laciékról is írjál. Jönnek-e a somlót felvenni? Már be is fejezem, mindenről írtam. Sokszor csókol benneteket, nagymama. Utóirat. Hegedűs Kati urának a lábát levágta a vonat vásárhelyen, mikor én hazajöttem. Mindig csak sír. Szóval ott állt a ház a fekete kandúrral ajtaja előtt. Olyas valakit várt az állat sokáig, akit nem ismert. Belelustult, öregedett a várakozásba. Fölfelé nézett mindig, mintha már nem is egerekből élne, hanem rigókból, amint hajnalban a szájába röpülnek. És mikor a professzor megérkezett, boldogan elmájintotta magát, hozzádörgölődzött, végig boronált a pantallója szárát a karmaival, megelőzte az ajtónyitáskor. Mindenki szeme láttára végig hordozta az utcán a motyóját a professzor. Volt mit bámulni a bekerítetlen puszta udvaron. Kérdezgették egymástól, kicsoda ez a szakállas éhenkórász, mosdatlan valaki, betörő? De hát akkor miért olyan óvatlan? És miért gyalog jött, mikor egy professzornak autójának kell lennie? Biztos a bátyja érkezett meg az orosz fogságból, vagy a debreceni vörös csillagszállodából, ki tudja, mi történik azzal, aki eltűnt. Csak a professzor lehet. Azért nem írta alá az adásvételi szerződést, mert itthon akar megöregedni. A szomszédék teljesen elvesztették a fejüket, hogy másik tulajdonos él a portájuk közepén, ahonnan nem tudják kitenni. Belát az életükbe, kerülgethetik, a halálára várjanak. Talán jobb kedveskedni a békesség kedvéért, és meglátogatta a szomszéd egy bögre málnaborral, felajánlotta segítségét a kisebb javításokhoz, bátran szolgálja ki magát a bontott téglából, mézből, cserépre is szüksége lehet, majd ő díszsövényt, gyümölcsfákat is ültet. Nem kellett ahhoz nagy ész, mely szerint minden csemete, minden tégla, cserép akkor is a szomszédé marad, sőt, úgy kebelezi be a másét lassan, hogy észre sem veszi. Szerényen visszautasította a professzor. Na az Istenedet! Dühöngött a szomszéd. Megbánod ezt még!
Hamar az udvarra került, ami szükséges az újjáépítéshez. Összegyűlt a nyerstégla, a faanyag, a cement, a mész, ott állt, és nem csinált vele semmit. Csak az akácást írtotta. Kivágta a legszebb fákat, fűrészelte egyedül, fölhasogatta, úgy látszott szőlőt is akar telepíteni, és nem beszélgetett senkivel, mintha még a köszönés is nehezére esne. Zárás előtt vásárolt, hogy ne találkozzon emberekkel. Már én is gyanakodtam. Mégse lehet ez az ember az, akinek hisszük. Ez már olyan különc, hogy már maga se veszi észre. A pokol küldötte, hogy féljünk valamitől. Mert sose tudjuk meg kicsoda és miért van itt, ha mindig más csinál, amit épp kellene. Decemberben metszi meg a lugast, sose füstöl a kéménye, villanya sincs, lógnak a leszakadt drótok a tetőre szerelt póznán. Sejtettük, olyan készül a téli lámpafénynél, ami még nem volt. És ahogy vele foglalkoztunk, elfeledkeztünk azokról, akik a falut tönkretették. És megszoktuk, amint tönkreteszik magukat, munkanélkül maradt a bába a rendőr urával együtt. Vitatkozhatnánk egy körzeti megbízott rendőr hasznáról. Hasznos lehetne, mint kutya a háznál, de hát ő eljátszotta a bizalmat érthetetlen főben járó cselekedeteivel. Azt hittem mindent szabad, úgy a munkájában, mint azon kívül. Ki tudja fölfogni, miért csinált akkora kalamajkát a tea délutánból. A kocsmában rendezte az ifjúság alkohol nélkül. Beállított civilben. Hol az engedély? Menjenek haza! Erre a kocsmáros ötölt hatolt, minek engedély a teázáshoz, amikor nem egy fogadott banda, hanem csak a helybeli tangó harmonika szól. A kiskorúak, akiket mindenki lekezel, mint valami fölingerelt lút csapat, nekiröpültek a civil rendőrnek. Verdesték, csipkették, kitessékelték és háborogtak, majd megmutatják, mi a kommunista ifjúság. Aztán visszajött egyenruhában, pisztoly az oldalán, és bezáratta a kocsmát. Nem csak arra a napra, egy egész évre kiszorította a fiatalságot az istállókba, ahol már nem tea mellett szórakoztak, olyanokat csináltak, amit csak az állat hagy szó nélkül. A kocsmárost áthelyezték magtárosnak, az urakhoz némileg közelebb, és úgy hasznosította szakmáját, hogy a kastélyban a fekete miséken fölszolgált. Nem persejezett, mint én sekrestyés koromban, hiszen ő zsarolva volt, mert fajtalankodásra kényszerült a bábával. Nem tudható, kimondta el, micsoda dolgok történtek az irodákban, jobb is. De amint hallotta a tisztességesebbje, milyen hasonlóság van a kastély és az istállók között a szórakozást tekintve, valakinek csak jelenteni kellett azon az áron, hogy ő rágalmazó. Hamar rendet rakott a viharkabátos brigád, elszívtak annyi cigarettát, míg dűlőre jutottak, az egész falut belepte a csik, mint az első hó. Akkor még nem bocsátották el a rendőrt, ez még nem lett volna akkora bűn. De később már betelt a pohár, mikor a bába öccse, a sógor, Amerikába disszidált. Akkor majdnem kirúgták a körzeti megbízottat, de még túljárt az eszükön. Elküldte a kisebbik sógort Líbiába, a sivatagba műutat építeni. De onnan hamar meglógott, mert nem engedték inni. Narancsból erjesztették a szeszt, nőhöz se jutott hozzá. Ha birkáért, aranyért veszik a feleséget, de azért jól keresett, hogy elihassa itthon, el is itt a forintban. Közben a mohamedán dinárosát mutogatta, azt az egyet még akkor is megtartotta, mikor lopott. Hát ezért vádolták a rendőrt, és a bába nem lehetett védőnő. Kiesett a kerék, fölborult a szekér. Attól kezdve olyan emberszeretővé változott a bába asszony ura, de nem viszonozta senki. Hát az ismeretlenekért rajongott. Behívta őket az országútról, etette, itatta, rájuk erőszakolta a sonkát, az oldalast útravalónak. Gondolhatjuk, nem lehettek sokan, ha még a nyáron is egész oldal füstölt szalonnával távozott tőlük egy jöttment alak. A bába pedig minden reggel portorikó rumot vásárolt azonnal a nyitás után, amitől a boltosnő a húga is rumszagú lett. Szerencsére akkorra már szülőotthonban hozták világra a kisbabákat, meg az is derűlátásra adott okot, hogy senki se szült. Ilyen korhely házaspár, magtalan asszony öccsének lenni egy födél alatt, fölér a rokkant nyugdíjazással, ami az itarra sem elég olyannak, mint az öcsi. Hát meglopja a rokonságát, annyira elbutult, már szidni sem érdemes. Olyan volt 30 évesen, mint a kérgét vedlő tuskó, amibe a sárga föld beleszáradt. Nagy fejszével kell fölhasogatni, hogy beférjen a sparheldbe apránként. Ilyenkor nincs szükség halott kémre,
és eleinte senki se gyanakodott, hogy a kémény füsttől hullamérgezést is kaphattunk volna. A professzor halálát se kell igazolnom. Egyszer csak eltűnt. Föltörte ajtaját a hatóság, nem találtak senkit, csak búcsú levelet. Nem bírom tovább, megsemmisítem magamat, ne keressenek. Aki azt terjeszti, hogy a bába úgy nekilökte a kredenc sarkának az öccsét, hogy belehalt, és a professzor megmérgezte magát, mesztelenül feküdt a flaszteron, és így tovább, az nem mond igazat. Amit a halott kém állít, az az igazság. Restaurátor. Kedves fiam, vártuk a levelet, de hiába. Úgy látszik, nincs időd. Ha tudnád, milyen rossz a várás, biztos írnál. Jó lenne, ha haza tudnál jönni. Apád igen gyenge állapotban van. Mari el akarja vinni ajkára, kivizsgáltatni, meg injekcióra. Egy hétig tartana, én meg félek itthon egymagam. Jó lenne, ha pár napig itthon lennél. Nem kaptam a segédmunkásomtól az idén karácsonyi üdvözletet. Talán a gondjai felejtetik el vele azt a két nyarat, amit együtt töltöttünk egy bakonyaljai templom freskóinak restaurálásán Szent Györgytől Szent Mihályig, mint az elszegődött pásztorok. A plébános meghalt. Beteljesedett a kívánsága, megérhette az újra szentelést. Cukorbaja már akkor rávetette árnyékát a falakra. Olyan magától értetődőnek tartotta az elmúlást, úgy fogadta, mint egy csöndes szólítást, amikor leeresztik az előre megépített sírba, a templom kriptájába a kegyurak mellé. És most, mikor a segédmunkás nem gondol a karácsonyi üdvözletre, mintha megint bontanom kellene a vakolatot, hogy előtűnjön mögüle a múlt. Ami ott történt, mégsem az idő múlásától homályos igazán. Inkább az az emlék befolyásolja, amikor a szentélyben rosszul lettem, megszédültem az acetontól az álványon. Azok a reformációs indák, a vörös ágbogak, amelyek az apszis boltozatát befutották, mozogni kezdtek, nőttek felém, rám tekeredtek, nagy virágbojtok bókláztak és ütötték a fejemet, a kivirágzott életfa gyökere világított vastag sugárnyalábban, négy fekete és négy vörös szirommá festettek a bimbók, ellepett a vér és a kátrány. Ebből a ragacsos bozótból szálltam le. A kőpadló süllyedt alattam. Szinte alulról kapaszkodtam a padba, leroskadtam egy mufra, ami a világháborúból került oda kispárnának, és a penészes szemüvegtok talán még régebről maradt ott gazdátlanul, valaki örökös helyén felejtve. Aztán a borosgazda viaszos vásznú asztalánál találtam magamat. Hozza a Jakab bácsi az üveget, a segédem kocintásra nyújtja a kezét, rémült az arca, az öreg lánya visszafordul a varrógéptől, és szerelmesen mosolyog. Befüllett, összesűrűsödött a méreg a templom katlanában, mikor a virágindákat konzerváltam az acetonban hígított balzsammal. Nem gondoltam, hogy baj lehet belőle, hiszen máskor is így dolgoztam, csak a nagyobb térben eloszlott a pára. Abban a kábulatban a freskó malakjait véltem megelevenedni, de a templomon kívül is kísértettek tovább azok a középkori képek, amelyeken mindenki valahogy kísértett volt már. Cselekedete valószínűtlen, mint az egész magyar vidék meg a gyerekkorom. Így morfondírozok, mikor talán a segédmunkásom is meghalt. Abból a két évből az első este és a másnap a legvilágosabb. Idegen, hosszú sikátor volt az utca, amint megérkeztünk az országúthoz épült faluba, mintha a végtelenségig kellett volna gyalogolni a parókiáig. Mentünk szemben a heggyel, ahogy csöndes és fölvirágzott hajóként úszott felénk, jött kivilágított szőlős kertjeivel, a kerekded lombok gomolyai alól kivilágító piros tetejű pincékkel, szikrázó ablakokkal. Miként az első találkozás a leginkább felejthetetlen, főleg ha nem mindennapi, még most is pontosan látom a plébánost.
misét celebrál a tornácon az oltárnak használt asztal előtt, mögötte a Hokedlin középkorú hölgy imádkozik. Megálltunk az udvaron csomagosan, váltáskával, Ollári Jóska kezében kis bőrönd és 3 literes demizson. Hátra néztek. A középkorú hölgy komoly tekintettel csöndre figyelmeztetett. A nyitott konyhában öregasszony szedte ki kapkodva az aranypogácsát, messziről dobálta a budgyos porcelántálba, kedvesen figyelt bennünket. A sparheld melletti sezlonon kopasz öregember gubbasztott, mintha magával együtt unná ezt az egészet. És folytatja a plébános egyetlen hívének a misét, és egyszer csak kikiált az úrfelmutatásból: ne engedd el! S a fűben igyekvő sündisznóra mutat: vigyétek a kamrába! Oda szaladunk, legalább nem ácsorgunk Málén, segédmunkásom elkapta az elsötétedett apróságot, ahogy minden félelmét tüskéibe zsugorította, ősi képességére hagyatkozott, mégis olyan tehetetlenül rakódott a kérges tenyérbe, mint egy kiszáradt nagy bogáncs. Azonnal otthon éreztem magamat. Leültünk a tornác elejére, résztvevő elkülönülők, mi is meglettünk áldva a mise végeztével. Na végre, művész urak! Bemutatta a civil ruhás apácát, a szüleit is, és lehívott a pincébe. Kínálta a furmintot, a jufarkot, a hárslevelűt, hogy válasszunk, melyikből töltse meg a színes műanyagfonatú üveget. A jufarkot a pogácsával lassan elfogyasztottuk. Fóti Rezső, ez a lila és kék hajszálerekkel retusált, kopaszodó, vöröshajú pap, nagyon vidám a betegsége ellenére. Apja még Fellner, ahogy később megtudtam, s a fiát is mindenki Fellnernek mondotta a háta mögött. Megmutatta a káplán szobát, az lesz a helyünk. Egy réges-régi megfeketedett támlás ágy meg a heverő pléddel terítve, éjjeli szekrény, falba épített ruhás szekrény, az ajtó mellett tükör, lavór az öntött vas állványon, mellette sámli, s a pókhálós falon rengeteg légy feketedett. Ablakot nyitottam a dohos füllettségre, akácillatba vegyült disznószag volt a hűvösség. Kihúztam a fiókot, hogy belerakjam a konzervjeimet, ujjam réges-régi dióra, lerajszögezett újságpapírba akadt, meg apró cédulákra, melyeken fohászokat és apró főjegyzéseket találtam. Fohászokat és apró főjegyzéseket? Kedves gyerekeim! Azt akarom tudatni veletek, hogy nem megyünk el Laci sírjához. Mari, Ági csütörtökön elmentek Odesszába. 8 napig lesznek ott. Egyedül nem mernék indulni Iszkázra. Kövér Ferivel megyek. Szegény Egon megmérgezte magát. Rászokott az italra, meg morfiumra, mondják. Elől a rossz szobába találtak rá. Mesztelenül. Hagyott írást, mindent a babira hagyott. Iszkázon temették el apja mellé. Bella beszélt a tanácselnökkel, majd elmondja. Küldöm ezt a pénzt, végy rá pár szál virágot. Csütörtökön este érkeztünk Pécsre, Gége klinikára. Pénteken megvolt a vizsgálat délelőtt. A professzor is megvizsgált. Az egyik mandulát ki kell venni szövettani vizsgára. Vasárnap este be kell menni, hogy előkészítsenek a műtétre. Ha sikerül, a hétvégén hazamenünk. Ha majd történik valami, írunk, ha megjön a szövettan. Igen, igen, messze van Pécs. Csókol benneteket, nagymama. Ha az idegen még nem akar lefeküdni, csak a zárni készülő italboltot keresheti föl. Szemben az ajtónak a söntés, ahol egy kamaszlány karjára támaszkodva dől maga elé, utána hajló keble kicsit magával húzza piros blúzát, sértődötten unatkozik, bazsajog az idétlenségre, különben gyönyörű óceániai szépség, ajka rekettes tájszólásba csorbul, szeme villódzása ellentéte lassú, közönyös szavainak. A szeszes üvegek, a mosogató levet körré formáló poharak épp olyan távoliak tőle, mint az a néhány idősebb fiú, főleg a dadogós, a katonaság és a házasság közötti holt időben. Tudja az édesanyja, szükséges a kocsmához a lánya, hogy a kanok ne süppedjenek lomha érdektelen ücsörgésbe, vagy visszafogják hangjukat.
s lehet, hogy ránk is azért van szüksége a társaságnak. A plébános úr álmatlanságban szenvedett. Bekopogott egy boros üveggel, reverendájából poharakat szedett elő, kétszer töltött, na elég már, Rezső, s jó éjszakát kívánt. Így alapozta meg az első nap ottani életünket, otthon érezhettük magunkat, szabadok lehettünk, mert mégsem voltunk odavalósiak. Nem mi kezdtük a napot, hanem a rengeteg légy förtelmes ébredése. Kimértem a kutatósávot az ablaktalan északi falon. A kalapács nagy lapokban omlasztja le a vakolatot, a véső vörös festékről pattintja a maltert, szikével piszkálom a meszelés rétegeit, a pirosból arany glóriához érek, de a közepéből kiverték a fejet, csak a szakál hegye maradt éppen, s egyetlen hajfodor a fej kerületéből. Áthúzódik a test maradványán a pálca vékony lándzsa töredék, gyertyakormos láncing és feketébb öv fölött a semmibe ívelő felső kartól szúr lefelé. Elől fekete lófejdarab a kantár orr hevederéig, a szügy tája megsemmisült, de a térdből forduló piros nadrágszár visszahajló alakot sejtett. Alul fejetlen sárkány kígyó, a háttérben széjjel zúzott nő alsó része. Innen folytatódik a történet. Ágyékkötős férfiak, áttetsző ruházatú nők állnak a tóban, ahol a partról hét ökör néz vissza az elsüllyedt hüllőre, villámcsap egy kolosszusba, lángol a római templom. Egészen a szentélyig tart Szent György szenvedése. Kivégzésre viszik az embert, karjai a hónajból átvetett dorongra, hátra csavarva, tekintete gyűlölettelen, szögek a koponyában, testbe süllyed a fűrész. Mintha bombát dobtak volna a templomba protestáns őseim, merénylők áldozatai lettek a kivégzők, a bámuló városlakók, a szentek és királyok feje a mennyországban, szemük kiszúrva, szemöldökük íve olyan, mint a nyugalmas víz apró hullámainak, s mindenek végén a szentély bolthajtása előtt semmire támaszkodó kar ajánlja föl a torony nélküli templomot a magasságnak. Én pedig ott álltam a valóságos templom közepén. Ollári Jóska bevakolta a gödröket, simára egyengette, élesítette a szikét, amivel minden idegen mázat lekaparáztam, a maradék foltok vonalak vezették nyest szőr ecsetemet. Akarsz-e Szent György lenni, Jóska? S finom, fölfelé tartó vonalakból megfestettem az ábrázatát. Ő pedig lelkesen hordta a vizet, kavarta a maltert, vakoló kanállal simította az alapot. És azt csak az aceton kábulatban vettem észre, hogy mindenki a képre került, akit a faluban megismertem. De azt hittem, senki sem ismer magára, hiszen a szakál megváltoztatja az arcot, még a szemeik is idegenek, s elleplező a középkori gúnya különössége. De egyszer csak egy nyugdíjas bányász dekorátor megszólalt a hátam mögött. Elkezdett dicsérni, milyen kincset hoztam világra, milyen zseniális a beleérzésem, s amit csináltam, az már nem is restaurálás, hanem egy új mű, amely a faluját ábrázolja. Legalúra festettem magamat, oda, ahová egy padban ülő mise hallgató fölért, és élőként is belekomponálhatta magát a fejével. Néztem a kép aljáról az egész közép- és jelenkori esemény előadását. Említettem már, mintha kábítószer hatása alatt éltem volna akkor. Részletenként konzerváltam acetonnal hígított paraloid gyantával a képet, belemártottam az ecsetet, s messziről suhintva fröcsköltem. Így már nem csak a képről, a beáztatott ecsetről párolgott az aceton, de menet közben is szétszóródott a levegőben, eloszlott a templomhajóban, s emiatt állandó enyhe mérgezésben töltöttem a napokat. S ugyanúgy folytattam borral a Jakab bácsinál, sörrel a kocsmáros lányának tettem a szépet. Amit eltompított bennem a sör, azt a plébános késő esti kínálása fölélénkítette, mert ha a szülei lefeküdtek, ő meg még nem tudott elaludni, meglátogatott bennünket az üveg borral, előhúzta reverendájából a poharakat, s amit ott hagyott, megittuk ketten, s elaludtunk, ha éppen nem kopogott utcai ablakunkon az Imre, ez a leváltott titkár, ígyuk meg a borát, bemászott, de mi már nem akartunk mulatni, főleg a segédmunkásomat dühítette a zavargás, bár én se akartam másnap szédelegni. Erre lecsapta a teli üveget a hajópadlóra, az meg visszaugrott a kezébe, mintha gumiból volna. Ledobta, visszaugrott, és csak az ötödikre törött össze.
Ellepte a savanyú borszag a káplán szobát, akármennyire szellőztettünk, és tele lett a hajópadló üvegcseréppel. Na, akkor menjünk hozzá! És arról kezdett beszélni, hogy már csak úgy tudja eltartani a családját, sőt, meg is gazdagodhat, ha egyszerre tenyészt tyúkot és nutriát, megvalósítja a táplálék hasznos körforgását, majd a nyúzott nutriával eteti a tyúkokat. És a nutriák mit esznek? Övék a világ minden növénye, mondta, de most innia kell. Szörnyű egyedül lenni. Menjünk hozzájuk, beszélgessünk. Ollári Jóska pedig, mint egy hűséges szolga követett bennünket. Fölzavarta a feleségét a titkár, aki óvónő volt. Szabadkoztam előtte, mi erről nem tehetünk, nem tudtunk mit csinálni. Nem ér már engem meglepetés, mondta az asszony. 20 dupla sárgájú tojást ütött föl rántottának. Ki tudja ezt megenni? Még pongyolát se vett magára, úgy hajladozott kombinéban. Elfordult tőle a segédmunkásom. Gőzölgött a rengeteg tojás előttünk a serpenyőben, párolgott szőkén és telten, akár az asszony húsa, felülete izgatottan mocorgott. Áradt az óvónő bőréből valami kélyesen undorító, amit aztán a férje még megduplázott Ollári felé szólva. Akarod az Ilonkát? Menj el vele nyugodtan, én meg a Gyurkával itt maradok. Mert hidd el, Gyurikám, én te hozzád szinte homoszexuálisan vonzódom. Erre fölálltam, elmenekültünk. Izgatottan mocorgott. Kedves gyerekeim, el voltunk pápára. A Feri, a pécsi, Iszkázra is elvitt bennünket. Szavaló verseny is akkor volt, azon nem voltunk. Másnap mentünk a temetőbe, rendeztük a sírokat. Mikor jöttünk haza, éppen takarítottak, és bementünk a templomba. Csináltattak egy lurdesi szobrot Bernadettel. Igen szép. A templom be van festve, szép szőnyek, fehér csillárok, új zászlók, a padok is be vannak festve. A maroknyi nép sokat áldoz. A papot felfüggesztették. Kertán van plébánia. Esferi síremléke teljesen összedült, mikor ásták a sírt. Már kifogy a falu. Jakab Feri is nagybeteg, felesége is. Mikor a templomba voltunk, odajött a Télaci, és igen kiabált, hogy te mit írtál, akkor agyon ütöttem volna. Mondtam neki, ez nem olyan nagy szó, a rádióban is, a nagy emberek is mondják egymásnak. És lecsillapodott. Ferének is elmondta. Én dolgozom, azt mondta neki, a költőnek más az eszményvilága. A fát megvettem, de szén még nincs, igen fázom, már fűtök. Már minden szentek halottak napja, szomorú, hogy nem tudunk elmenni Laci sírjához. Bella is ki van, Mari is, én meg kapuig sem tudok menni. 200 forintot teszek virágra. Ha ki nem veszik, menjetek el a sírjához. Zsófiék küldtek lapot Münchenből. Sokat lehetne írni. Hamari írás, de talán el tudjátok olvasni. De már ha eljössz, beszélgetünk. Ha megérem. Vigyázzatok magatokra ebbe a bomlott világba. Iszkázon a harangozás is villany. Meg a dombon lépcső vezet fel. Be is fejezem. Sokszor csókol benneteket, nagymama. Így került a keresztelő jelenetbe az egész vezérkar. Állnak a vízben a férfiak ágyékkötősen, elől az Imre meg a felesége, aki fanszőrécs melbimbóját eltitkolja, de bőséges bája kicsapódik tojás rántott a színű mezéből. Van ott sokféle dantei forma. Alakjuk, arcuk folytatódik a Szent György szenvedéseit néző városlakókban. Ők a kerékbetörők, a forró szurokba ültetők, a hóhér pallosával. De Szent György győzelmes képét valamennyire meg kellett változtatnom. Nem akartam segédmunkásomat végighajszolni a Kálvárián. Hadd maradjon örökké dicsőségének magasában a fekete lovon. Akit ezután kínoznak, az a Krisztushoz hasonlítson, de mégse ő, ha sohasem jut el a keresztfáig. A sárkánytól megszabadított királylány szépségét a kocsmáros Ancsinak juttattam,
s hagytam a keresztség szentségében megváltódni a Jakab bácsi lányát, amint úgy ül a víz fölött a semmin, mintha varrógépre hajolna. A szalai lányokat pedig körtáncba perdítettem, hiszen a plébános úr annyiszor mondogatta, mennyire tetszem nekik, ha elválnék, hiszen a luteránusoknál az nem számít, szívesen hozzám jönne, akit választok közülük. A plébános szüleit a mennyországba utaltam. Koronát aranyoztam az öreg Fellner fejére. Szent lett a szomszéd Kádár is, mert olyan szorgalmas mesterember. De a hordót, a kádat, azokat a kupolába rakott dongákat, azt a sokféle gyalut el kellett hagynom. Pedig milyen szép lenne egy mennyei Kádár műhely, amint alágyújt, hogy a dongák összezsugorodjanak, amint ráütögeti a kalapácsot az abroncs húzó fogóra, s a háta mögött mindenféle apró, nagy, kézreállóan ferdülő, homorodó, domborodó gyalú. De itt a Kádár csak meghajlik, szerszám nélkül, mégis mintha csinálna valamit a semmiből. A kis árpás egy bárányfelhőről lógatja csizmácskáját. A kacska hegypásztor félkézzel trombitál, és a mennyben és a földi pokolban elszélesztve, a jó és a gonosz normálisok közé keveredve láthatók a kastély bolondjai. Ki volt ez a kedves úriember? Kérdeztem a plébános úrtól, miután borvásárló látogatója elhajtatott a kis fiat kocsival. A Kovács doktor, tüdőgyógyász, de most az elmebetegek orvosa. Már nem emlékszem, hogyan kerültem látogatóba a kastély lakói közé. Mézbe ivódott jelenségek. Az ajtó mellett öregasszony fekszik mesztelenül, a pokróc félrehajtva, a csontok úgy rendeződnek már, mint a sírban, mint a régészek által kibontott ezer éves sírokban. Mellettük a keblek, a bőr és a has elvesztik mi voltukat, csak a térdek, a könyökök, bokák és csuklók, meg a koponya állja az időt a fejtől különváló hajjal, s a retiküllel az öregasszony karján. Női veszekedés hallatszik. Doktor úr, ellopták a vakablakból a negyedik krajcáromat, pedig az édesanyámnak, Mária Teréziának akartam ajándékozni. Azt telefonálta, holnap kivisz, és nem tudom meghálálni. Doktor úr, kérem, adja vissza a krajcáromat! Nincs mellettem a doktor, csak a mazsola mondja. Piha! Azt hittem, piros nácálakat akar belém szúrni egy árvalány. Jött felém hosszú körmeit előre bökve. Szeretlek, mondta az árvalány. Piha! Mazsola gyomron vágta. A lány visszagörbítette az ujjait, szájába vette, s elkezdett a négy nátszálon furujázni. Az egyiket orrába dugta, s kihúzott belőle egy rész fülbevalót. Ráforgatta szemét, körbe-körbe kísérte, mosolygott. Odaugrott egy szoptatós anya, két kézzel fogta a mellét, s nyomta a szám felé. Hogy van, fiatal úr? Arcomba csurgott a savó, vigyorogtunk. Közénk tolja begipszelt kezét valaki. Nincs tovább, mondja, s a szívére mutat. Itt parancsolták. Szemei égnek, szeme alja lila, arca szederjes. Belök egy vasutas sapka alá, megrázom a fejemet, csörömpölnek a kitüntetések. Kiáltás hallatszik a WC felől. Nézz ide, pityú! Látod, hogy nől a lábam? Kiéneklem a levágott lábamat! Holnapra kitáncolok a palotából! Mazsola a kastély díszpolgáraként néz végig elmenőben a kacsaszárnykezű lányon. Táskarádiók szólnak, beszédfoszlányok hullanak a sétány göbecsére, fürdőköpenyes boxbajnok járkál föl alá, affektáltan cigarettázik, minden fogást, szájba helyezést illemmel tetéz. Disszidens volt, elhagyta a felesége, mondja a doktor. Azt üzenem a plébinek, az ivást abba hagyni. Este Rezső bácsi kopog a káplánszoba ajtaján, tölt a borából, s vetkőzni kezd. Gyurikám, meg akarom mutatni ezt a gyalázatot. Mit látsz a hátamon? Jódból egy nagy barna izét. Azt mondta az anyám is. Mit csinált belőlem ez a Kovács Feri? Megszentségtelenített, hogy ne igyak. Egyszer a templomunkat is újra kellett szentelni ilyentől. És le se lehet mosni. Halálomig rajtam marad. Ezzel a rémes halál előtti arccal festettem le, mint kegyurat, amint fölajánlja a templomot. Lábbelije formájában sündisznót láthatott, aki akarta. Szegénykét a kamrában felejtettük, és éhen halt, mert nem volt egér a házban. És mikor eljött a fölszentelés ideje,
s az egész környéket, hegyet, völgyet megterítették a nagy lakomára. Mindenki elégedetten bámuldozta művemet, s csodálták, milyen különös emberek éltek itt régen. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem parkereső.prozak@gmail.com. Webhely parkereső_prozak.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodat időben rendezni szeretnéd. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Üzenj részemre, és ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk vagy inspiráljuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. Ha átmenetileg nincs ötleted, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Szívesen veszem séta, kiránduló, szabadidőpartner jelentkezését is. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. Egészségtudatos, gyermektelen emberrel barátkoznék, ismerkednék hosszú távú párkapcsolat reményében. További hangos könyvekért, novellákért, versekért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető Facebook, Instagram oldalakra. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben a megadott címen, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint kapcsolatfelvételi szándékodat anonim módon is jelezheted a levélboríték ikon melletti üzenő alkalmazás segítségével, parkereső_prozak.blogspot.com. A videó, a kapcsolódó blog és az onnan elérhető Facebook, Instagram oldal megosztásával, ajánlásával szintén segíthetsz párt találnom. Ha tetszett, oszd meg Facebookon, Instagramon, vagy ajánld ismerőseidnek e-mailben. Köszönöm! Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz rólam itt pastelink.net/párkereső. E-mail címem még egyszer parkereső.prozak@gmail.com. Kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, parkereső_prozak.blogspot.com. Keresd ki a csatornám többi videóját, hát ha találsz még valami érdekeset ezen kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattad zenés hirdetésem, további szép napot kívánok!